Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt, 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello, Jani. Hello, Feri. Hello. Sziasztok. Hello. Hello, drága hallgatóink. Itt vagyunk. Olajozzunk. Igen, hogy miért csak az én mikrofonálványom nyekeregésem. Kicsit miért, olajozunk. Miért, ha milyenből hiányzik a kenőanyag, vagy az enyémből. Csinálj egyet, hozd egy mozgass meg egyet. Ha, egészségedre. Nincs jó hangja. Nincs jó hangja. Megolajozzuk. Megolajozzuk. Nekem van mézem úgyis az apphoz, úgyhogy megolajozzuk. Jaj, gyerekek. Egy fokkal jobb. Micsoda? Egy fokkal jobb. Az időjárás. Az mindenképpen. Máskor nem örülnénk ennek az időnek, mert hogy undorító, de hogy egyébként a tegnapi naphoz képest szerintem istenes. Most hogy jön ide? Hogy legalább nem zúgok az eset. Egyébként csalók az időjárás, igen, legalábbis arról tudunk nyilván beszélni, ami itt van a fejünk fölött, mindenhol egy picit más. Na majd erről is beszélünk, Bélicő, és koncentrálja. Koncentrálok, csak tenisz meg még az egyik. Igen, az a másik, szóval, hogy fog menni, csak mondom, de majd erről kérdezik. Csalók a dolog, mert hogy hűvösebbnek tűnik, de nincs igazán hideg. Tehát nincs igazán hideg. Jó, elállt a szél is, nem esik az eső, úgyhogy egyelőre igazából jó idő van. Meg itt ez a nyugaton még rosszabb, keleten még jobb. Na, most miért akarsz a teniszről beszélni? Nem állok rosszul. Ja, persze. Egyelőre 3 meccsből egy nem jött be. Aha. Igen, az nekem pont elég. Tudod, hát mert most... ennek az egész történetnek az a lényeg, hogy ha nem jött be, akkor úszott az összes többi. Tehát, hogy... Na jó, de hát azért 4-ből 4-et nem tudok megmondani. Most például úgy állok, hogy a 3 tippemből a Gyoko bejött, a Wawrinka bejött, a Tsonga nem jött be. És még nem, zajlik egy meccs, aminek még nincs vége. Tehát ha lehet, hogy 3-ból 1 lesz, hát azért ez nem rossz. Ha esetleg valaki tegnap óta hallgatna minket, vagy ma reggel óta, és tegnap nem hallotta volna a reggeli adást, ugye Balázs elmondta, amit már addig is tudtunk, hogy nagyon ért a teniszhez, és hogyha már ezt ilyen szinten műveli, akkor mi ebből próbáljunk meg is pénzt is csinálni. Hát természetesen én voltam a bátor vállalkozó, aki erre egy kisebb, hangsúlyozom, kisebb összeget feltett, és megtippelt Balázs több meccset, köztük például ezt a Tsonga-Murray féle történetet, ami na most az volt az egyetlen olyan, ami egyébként nem a hivatalos, hogy is mondjam, csak annak az ócnak felelt meg, tehát hogy nem arra tettem a pénzt, akire egyébként az oldal szerint is tennem kellett volna. Na, én arra tippeltem, ami a múltkor történt. A múltkor a Tsonga az ATP 1000-esen megverte a Murrayt. Uh-huh. Tehát, hogy nem tippeltem én rosszul, és egyelőre a Gyoko bejött, és a Wawrinka is bejött. Meg 50%, Raonic még nyer, nem olyan rossz. Raonic most még nyer, akkor 4 meccsből 3-at jól tippeltem. Az nem rossz. Hát azért az nem. Hát az maximum, nem, ha Raonic kikap, akkor is 50%-ot eltaláltam. Maga baj, János, hogy erre a 3 meccsre, amit eltalált a Balázs, arra nagyobb pénzzel kellett volna fogadnod, érted? Aha, és külön-külön. Persze. Ja, és külön-külön. Ja, értelek. Na, meg is vagyok. Szóval egyelőre én nem mondanám, hogy azért ez olyan nagyon-nagyon rossz átlag. Egyelőre 3-ból 1. Az van egyébként, 3-ból 1. Hogyha a 4-ből hogy külön-külön fogadtam volna meg mondjuk mind a 4-et, akkor 3-ra, amelyik egyébként nyert, arra gyakorlatilag semmit nem fizetett volna. Tehát ilyen 6, biztos, hogy legalább, mit mondjuk, 20-30 forintokat talán. Aha. De még talán annyit sem, mert hogy ott voltak olyan ócok, hogy elképesztő, főleg, hogy a Gyoko meccsre gondolok. És ezzel a meccsel viszont, ami ugye nem tippelt meg jól, azzal a befizetett összeget te elbuktad. Azzal meg el is ment minden, de nem baj. Nem baj. Ja, egy Tsonga-Murray nagyon nehéz. Tehát, hogy az, itt már nem arról van szó, hogy két, az egy, csak hogy értsétek, a 8. a világrangú, és a 9. Tudom. Tehát ott vagy egy 9. és 10. nem tudom pontosan, de hogy egymás mellett vannak. Tehát ott azért azt már nagyon nehéz megmondani. Ráadásul mondom, a Tsonga verte a Murrayt. Figyelj, a múltkor, úgyhogy én azért... Most meg 3 sima szetben kikapott. 3 sima szetben kikapott, fura. Ráadásul a Tsonga megverte a Federert, aztán talán Cincinnati-ben egy 1000-es ATP tornán, és ezzel megnyerte az ATP Masters-t, úgy szervált, mint az állat. Ráadásul a Murray egy éve lassan formán kívül van. Tehát a papírforma egyébként Tsongának állt, de Murray most összekapta magát, úgy látszik, Grand Slam-eken megy, csak jobban koncentrál. Itt a Raonicra fogadtál? Itt a Raonicra fogadtam, lebrékelték Raonicot? Hát már 7-6-4-4. Na hát az egy-egy a szettállás. Ráadásul Nisikori brékelhette volna a Raonicot, de visszahozta a Raonic, hozta az adogatását, úgyhogy nincs bármi. Ez nem tánc, ez tenisz. Mindjárt csinál egy helikoptert, meg egy fejempörgés, és akkor azt jelenti, hogy lebrékelte. Igen. Úgyhogy Raonic nem énekel abban a fiú bandában, ami most az egyik kilépett. Szeretnék én úgy teniszezni, mint az a Raonic. Nézd meg, már beteg a karja, be van kötve a jobb. Na minden esetre, hát az van, hogy egy picit elúszott ez a kis pici pénzecske, nem tudom, hogy mennyi telefonálás. De most a Raonic Nisikori ott... De most mit csináljak vele, amikor nem 4-re tettem egyszerre, nem pedig külön-külön. Hát abban van a pénz.
Ja, hogy... Mert hogy ha külön-külön tettem volna meg, az semmit nem hozott volna. Nem mondtam, hogy négyet egyébe tegye meg. És ha egyet elbuksz a négyből, akkor már nem... Akkor csokkolom, viszont látásra. Azt hello, szia, szevasz, hogy... köszönjük szépen. Én nem mondtam azért azt, hogy négyet azt egybe tedd meg. Azt nevét. Azt nem mondtam, hogy négyet egybe tedd meg, azt mondtam, hogy egyenként mire fogadjál. Hát én azért... nem tudom, hogy mit kellett neked összetelefonálgatnod azért már egy évvel ezelőtt, hogy ezt a sztorit felépítsd, hogy te is Möri megkaparincsáltok az ezresemet. De nem, hát azért, mert mohó voltál, azért piciket kellett volna tenni külön-külön, érted? Hát most lehet, hogy csak 1-20-at fizet, 1-30-at fizet, de sokszor 1-20-1-30. Így van. A Vavrinka Robredonál mennyi volt az ott? Egy 10 hát, a Vavrinkának is. Ott is valami nagyon kellemetlen volt, de mondom, igen, a gyokóikat elég sokszor kellett volna megtenem azért, hogy összejön. Jó, hát 100-200 forint. A gyokó Korsejber ott ilyen egy 22. a világranglistán, meg mondjuk jelenleg az első, a gyokó, vagy a második. Hát ott azért nem adnak olyan nagyon. Bunda gyanús a mérkőzés számodra, János. Az előző? A Djokovic Korsejber, hogy melyik? Picit úgy érzem, hogy itt egy ilyen nagyon csúnya osztozkodás volt Andy Murray és Balázs Sebestyén köze. Átudalt a Möri számlájára egy 500-as. Nem szép dolog. Most vettek valahol a Skót felföldön valami brutális kastélyt, amit felújított, és egy ilyen 16 szobás hihetetlen minőségű. Azt mondom, minden számla. Igen, ilyen prémium minőségű, nem tudom, ilyen hotelt hozott létre, valahol láttam róla a képeket, azt úgy megvette azt a kis Skót birtokot. Na, hát muszáj. Pici vállalkozás azért el kell így indítani. Hát ő a Bú felöltőnek, mert hogy ugye megverte legutóbb a Tsonga, és gondolom, hogy ezzel próbáltam egy kicsit helyreállítani a jogkedvű. Na jó, van megvesztem. A nagyban, ha valaki egyenként tett a meccsekre, esetleg meghallgatta a tippet, ez nincs, akkor ez túl biztosan, és mire fölnéztem már 5-4-re, ami nem jelent még semmit, csak hogy nagyon jól hozza az adogatásait. Raonic viszont nagyon nehezen, na most ebből már ugye azért láthatja mindenki, hogy itt simán el fogja veszteni a Raonic az adogatását. Tehát ez 6-4. Bárki láthatja. Tehát egyelőre 3-1-re állok a tippeimmel, ami már nem egy rossz arány. Maximum 2-2 lehet, de még nem 2-1-re állok, még 3-1 is lehet. Na, ebből még bármi lehet. Igen, ebből de még inkább a 2-2 néz ki. Jelen pillanatban a 2-2 néz ki, igen. A Szújó tegnap írt, hogy a Vavrinka a Robredot nem merte volna ilyen egyértelműen megtenni. Vavrinkára mondtam, hogy nyugi, Zoli, nyugi. Nem vagy elég bátor. Bízzál papában, ne aggódja. Aha. És? Ez jó, ez és? Mindegy. Hát ja, végül is Vavrinka többé kevésbé igazad van. Hát, is bejött. Jósolni sokan tudnak. Ebből a fiúból kap lesz. Fillért, akárki meglássa, mondta költ, aztán ki tudja, hogy mi lett abból a srácból. Lehet, hogy kerítő. Ja, a gyerekek. Hát jól azért négyből megmondani négyet cson nélkül. Azért az nem rossz. Csak mondom még egyszer, hogy igazából az eddigi eredmények megfelelnek azok annak a felállásnak, amit előrejelzett maga a fogadó oldal is, akiknek ugyanakkor nem az az érdekük, hogy te nyerjél. Na, majd megnézem a Nicsikori Raon is otcokat. Azért arra kíváncsi vagyok. Úgyhogy ez van. Jó, van mindegy, nem érdekes. 4-6-5-4, jó lesz ez. 4-6-7-6-5-4. Most én nem értek hozzá, de ugye most a Nishikori áll jobban. A Nishikori áll jobban, de mindig azt számít, hogy ki adogat. Aha. Tehát most 5-4-re vezet a Nishikori. Általában azért ezek az emberek, ezek hozzák a saját adogatásukat. Tehát a papírmal szerint most ugye egy 5-4-es Nishikori vezetésnél, ha Raonic adogat, akkor az 5-5 elvileg. Tehát ez még nincs nagy baj. Itt elveszíteni az adogatást, az nagyobb baj, mert akkor 6-4, tehát itt az adogatón elég nagy teher van, mert ez szedben maradásért adogat. De jobb lenne, ha 5-4 lenne mondjuk a Raonicsnak, és szintén ő adogatna. Neked már elment. Az igen, tehát, hogy neked már ez teljesen mindegy. Az a baj, Feri, hogy ehhez most itt ezen a szinten nem kell annyira érteni, csak a számokat érzem kell ismerni, az így pont belefér. Raonicsnak nem jönnek az első adogatás. Érek, tegnap ti mit csináltatok egyébként? Mert hogy gyerekcsinál idő volt, mi meg ugye nem tervezünk már ezen a téren. Aha. Most egyelőre legalábbis semmi. De magát a mozdulatokat se gyakoroljátok már? Vagy? Azt nem mondtam. Na, hát azért, hát azt lehetett csinálni. Azt nem állíthatom, soha nem hazudnék a hallgatók. Mit csináltam? Én egy másfél-két órát játszottam a gyerekkel, nagyon jót játszottunk, aztán nem tudom, mozogtam kicsit, és utána nem tudom, mit csináltam. Figyeljetek, én mire vonatkozott a fél. Hát ne erre konkrétan, de válaszoljuk, sikerült is egyébként elég precízen válaszolnod. Tehát egy sima mit csinálsz kérdése, megválaszolod, mit csináltam, és ennyi volt benne. Azt hittem, van benne valami csavar, vagy valahogy ezt még tovább fűződ. Mit csináltatok ezt? Vízhatlanítottam. Mivel, hobbá ezt adok? De vannak ilyen vízhatlanító, ilyen impregnáló sprék, és gyakorlatilag szétfújtam az összes gyerek összes cipőjét, az én összes kabátomat, cipőmet, nadrágomat, mindent. Ja, azt hittem bent, féltél, hogy beesik az eső, és előszob a szekrény. Felmásztam a tetőre, és lefújtam a cserepet. Igen, az előszob a szekrényt, a izét, a... Mert hogy majd mentek túrázni, és hogy nem? Hát nekem már az elég túra, hogyha mondjuk itt elkap az eső a Vámfilmjad környékén. Jók ezek az impregnáló spriki? Érnek valamit? Jók, kifejezetten jók. Így van, kifejezetten jók. Úgyhogy semmi gond nincsen velük. Tökéletesen alkalmasak arra, hogy mondjuk így eljussál lából B-be, úgyhogy nem ázolszan a széjjel.
Az jó, és akkor befújod a gyerek esőkabátját, meg cipőcskéjét, meg minden? Így van, fújt be a gyereket. De mi az esőkabátnak az a lényeg, hogy ne állzon át? Tehát le kell fújni egy impregnálóba, hát, én nem érdek hozzá. Vannak ilyen orkán kabátok, amik azért meg az olcsóbb esőkabátok, azok egy után megmattulnak, idézőjelben, hogyha sok víz éri őket, és ezekre szoktam elősíteni. Érdekes, hogy egy gyereket egyáltalán nem érdekli. Mondjuk tegyetek a szívetekre a kezeteket, titeket érdekel gyerekkorotokban, ha átázott a cipőtök játék közben, rohadtulnám. Nyilván ezt most nem decemberre mondom. Annál izgalmasabb a pocsolyába lépés, hogyha az okni is az lesz, én erre rájöttem. Egy gyerek feladat, hogy koszos legyen, húszomászon, bogarakat vadászon, én mindig ezt mondom a Vikinek is, hogy ne aggódjon a gyerek koszos az óvodába. A feladata pedig az, hogy megnyugtassa a feleségét. A feleségét, hogy az a gyerek dolga, egy tiszta gyerek, az abban a hiba van. Az ülés nem csinál semmit. Ennyi. Az a gyerek feladat, hogy húszomászon, koszos legyen, az egy gyerek. Tegnap az első tanítási nap után szerelmünk gyümölcse úgy jött haza, hogy akár mezítláb is jöhetett volna. No, elloptak a cipőt? Nem, rajta volt, csak annyira ügyes volt, hogy gyakorlatilag semmiféle funkciója már nem volt. De a nyáron meg éppen elég bőrkeményedés lett a talpán ahhoz, hogy megvédje a szögektől. Nem tették idegvízbe minden meccseket. Nem kellett már háromszor az első nap idegvízben fürdenie, és kisbetűvel van beírva a neve, mert valami rosszat csinált. Meg ő amúgy is olyan túlfűtött lelkiállapotban, hogy felfort volna a fűrészkert medencéje körülötte. De nem. És milyen jól érezte magát. Tényleg? Tetszett neki? Ha, tetszett neki. Ha jó, de neki már nem az első, ugye? Nem. Hát az már nem az egy kicsit. Igen, szalad az idő, hatodikos a gyerek. Azért mondom, hogy a nyár után már úgy mész vissza, hogy szia, cimbi, puszi, hello, kis csem, mi van, írtál, nem írtál Facebook. Hát az már... Jajtok az alsósok. Kis pisisek. Szóval, hogy hát persze, hát hatodikban már úgy megy vissza az ember, már mindenki bandatársat, már megvannak a barátnők, megvannak a csajok, pasik. Keleti oldal, nyugati oldal. Hát igen, de utána is már vége a nyárnak. Én sose. Nem. Én mindig nagyon. Nem, az évnyitókban és a suliban való emberekkel való találkozásban általános iskában mindig volt egy izgalom. Oké, vége a nyárnak, de már lehet, már jön a suli, már jön a puskázás, tehát az sosem volt bennem szomorúság, hogy vége a nyárnak. De jön a puskázás, így ezt ő ennek örült. Hogyne, jöttek a társak, a sulistársak. Mindenben meglátod a jót, de tényleg. indult a bandázás, hogyne, hát az bennem sosem volt ilyen depresszió, hogy úristen, vége a nyárnak. Felnőttként sokkal rosszabbul élem meg. Hogy Jézusom, most ez 9 hónapig tényleg ez majd, tényleg. Most itt sötétbe jövünk, sötétbe megyünk, és egy ónos köcitálás, jégeső és havas eső. Én most megnéztem a szeptemberi előrejelzés, teljesen fölösleges volt, mert vagy igaz, vagy nem, ugye? Hát egész szeptemberben ezt mondja, hogy eső, felhő. Nem kér bocsánatot a nyár, nem, ezért? Nem. A hétvégén bocsánatot kért szombaton, és aztán elfelejtette. Nem lesz egy ilyen nagyon, 3 vagy 4 éve volt, emlékeztek? Olyan október közepéig tartó indián nyarunk volt, hogy október 23-án még ilyen ugye munkaszüneti nap volt, pont nem voltunk a Dunaparton, és 25 fokba verőfényes napsütött. Szeptember elejétől október középéig egy csepp eső nem esett. Emlékeztek arra? Ez 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt. Olyan indián nyár, hogy felhő nem volt másfél hónapig az égen. Gyönyörű volt. És ez a nagyon élhető 20. Volt, igen. Mert mi akkor még október végéig a Velencei tónál voltunk, októberben még lehetett fürdeni a tóban. Igen, na az volt az. Volt. Kicsit erre számítottam. Nem mintha ez már nagyon vonatkozna ránk, mert hogy 2-3 hét és elrepülünk. A jó időbe. Meleg van ott ilyenkor? Oltattatok ebből ellen, nem? Most még nem. Na, jó. Még azért várunk, mert csak a majmokon segít. Igen, a majmokon segít egyelőre, de nem tudom, hát. Hogy most hogy három közül az egyet fejlődésben melyikünk áll a legközelebb az emberszabásúakhoz, de szerintem. Mindenféle konkrétum nélkül, és nem akarok helyet mondani teljesen tudatosan, le tudod magadnak az időjárás appetbe tölteni, milyen idő van ott. Nekem már egy hónapja ott van. 10 fokot mutat. Mennyi most? Nem szórakozz, hogy 10 fokban megyünk most ki. 10 fokban. Aha, de hát jó. Most, de addig még van egy pár hét, most mit is tudok? Ide, és ebola. Akkor most 22, 23, 23, 26, 27 a napközbeni. Eső? Hát, gyerekek, reggel azért egy olyan helyen, ahol meleg van napközben, ott sincs eső. Azt tudjuk, hogy a sivatagban marha hideg van. Jó érzed. Eső valószínűleg 1%. Hát legalább nem fogsz meg. Nem fog nagyon megázni. Töltsd le, és tudod nézni. Jó, napról napra jobban melegszik az idő. Ez leginkább azért jó, mert halnak a maláriás szúnyogok. A melegben? Igen. Szerinted? Igen. Hát nem. Hogy ne? Hát, nem szeretik. Ne, nem szeretik a meleget? Hát nem. Hát a szúnyog a pocsolyából jön ki. Igen. Az esős évszakban van sok szúnyog. Ha jön egy nagyobb szárazság, akkor ő akkor nem... Megdöglik. Hát ő megdöglik. Hajrá, napsütés! Nincs pocsolya, nincs szúnyog. Nincs pocsolya, nincs szúnyog, valóban így van. Jó, ez menő. Oké, örülök. Akkor egyet kilőttünk. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen, ami nem annyira halálos, tehát a maláriát meg lehet úszni, az összes többit, ami ott van, azt nem. De nem érdekes.
Jó, hát igen, a malária lesz ott a legkisebb bajod. Szerintem is. Egyébként. Hogy beletarthatunk. Ne törődj vele, a malária az abszolút. Abszolút ebb lesz. Ha már tévéműsorról beszélünk, nézett valaki tegnap este tévét? Én belenéztem a szakácsműsorba. Még néztem. A gyerek mellett most elromlott nekem ez a felvevő részem, és azért este nem tudtam visszanézni. Éppen közösen vacsoráztunk, ott azért elég nagy hangorkán van nálunk, pedig csak hárman vagyunk. Belenéztem, igen. Aha. Megnéztem, jó a casting. Aha. Úgy érzed? Aha, igen, igen, mert nagyon ügyesek. Két dolgot néztem meg. Belenéztem a zsarukba a TV2-t, nagyon kíváncsi voltam rá. Minden új dolgot én mindig megnézek, meg megnéztem ezt megnéztem a Halál 50 órája. Az állítólag nagyon jó film. Ne, belenéztem, miért? Nézted? Én a végét csíptem amikor a párbaj volt a végén, meg ahogy elbúcsúztatták a fiatal embert, akit kiesett. Nekem túl kedves a dolog, tehát mert ugye ez egy átvett műsor. A Gordon Ramsay csinált hasonlót, amikor konyhafőnököt keresett, na most ott az volt a vége, hogy nem vagy méltó erre a köténre, azonnal tedd le és takarodj a konyhámból. Itt pedig az volt, hogy legyél olyan kedves, helyezd a kötényedet a munkapultra, és nagyon sajnáljuk, hogy nem vagy velünk a továbbiakban. Pont nem láttam a kirakásokat. Igen, ez volt a legvége, ez a magas... A kedvességet annyiban cáfolnám, hogy gyakorlatilag az első 5 mondatban a játékosok vagy a versenyzők bemutatásánál már elhangzott az egyik műsorvezető részéről, ma kicsit joviális a külső srácnak, hogy látszik rajtad, hogy szereted a békönt, vagy azt láttam rajtad, amikor már belétől szereted a békönt. Igen, tehát így indított. Három perc, hogy valakinek a kaját belesodorták egy kukába. Igen? Te fogtad csak... Aha, én mondom, az elejét, ezt, én csak a legvégét csíptem el. Ezt én meg se bírnám kóstolni. Szörnyen néz ki. Fogta és a brokkolinak a felét pár bevágta a kukába, és visszaadta a csajnak, hogy akkor vigye innen a kaját. Tehát én azért láttam benne kemény részeket, és meg is hagyott bennem a levegő, hogy uha. Nem lennék ott egy ilyen, sziasztok, hoztam egy rántottát, csináltam egy bundás kenyeret, szeretném nektek megmutatni, ameddig az én tudományom terjed nagyjából. Tehát elég keményen kivágták. Igen, a kiszavazás részt nem értettem, mert ott nem tudtam figyelni, fürdettük a gyereket, hogy ki egymás szavazzák ki, vagy mindig a legrosszabbat ki. Igen, a zsűri dönt, hogy a legjobbakat aztán a végén ugye fölrakják az emelvény, és 2 ember marad, és ott el kellett dönteni, hogy ki az, akinek nem folytatódik a játék, és egy ilyen fűszerfelismerő verseny volt, és szegény csávó leblokkolt, semmit nem ismert fel, az ellenfél a lány, már nem tudom, hogy hívják, az meg mindent, és akkor ő jutott tovább. Azok, akik a különböző köröket megnyerik, azok védettséget élveznek, az első kör után a védettséget élvező határozhatja meg azt, hogy milyen 3 desszert közül, legalábbis az első adásban, hogy 3 desszert közül válaszolnak, a könnyű, a közepes vagy a nehézből. Úgyhogy gondoltam, hát amikor azért felé, amikor megláttam a leányzót, aki elég sok időt tartózkodott dél-olasz Bongiornóban, és kedvenc az olasz konyha, hogy azért igen, hogy azért vannak szép dolgok. Leraktak volna elém, ilyen 8 összetevőből rakott csoki szuflét csináld meg, azért ez még most is ott állnék szépen. Hát nem is jelentkeztél. Leadták nekik, megmutatta a csáv, hogy hogy kell megcsinálni csoki szuflét, ugye, a szakács, a főszakács, és leraktak nekik 6. De hát a életedben nem csinálta, azért azt nem tudom, honnan kell. Tud, leraktak a vajat, a küblét, a stb. Csak alulra kell rakni, mert az fölül fölnyomja a hőt, tudod, fejtsd meg. Igen. De egy-két embernek egészen jól sikerült. Csak amikor mondjuk egy felfújtat nem látsz, tehát ugye a poháron felül nem ér belőle semmi, akkor ugye akkor azért egy picit rácáfol a nevére. Hát, mert ilyen apró praktika, ez, mert ugye alulra teszed, alulra kapja a hőt, és ezt felnyomja. Hát én raktam volna mindenhol. Tehát, hogy így alulra biztos nem, mert hogy a kódaig az alja, tudod. Tehát azért ezek ilyen kis okos. Ők okos egyébként praktikák. Szakácsok? Mert nem. Az nekem elmarad. Hát, a kritikusok? Hobbi. Nem. Az egyik kritikus az nem. A kritikus az egyik. A másik a közigazgatás. Ők hobbi szakácsok. Hobbi szakácsok, aha. Tehát hobbi szakácsok, akik nagyon szeretnének konyhafőnökök lenni, és valaki a végén az lesz. Kinek lesznek a konyhafőnökei? Hát étterem. Hát a sajok, nem? Saját maguké, mert hogy kapnak egy 10-est, meg egy konyhát, gondolom. És akkor az a díj, hogy mennyi, aztán főzője a férjednek? Aha. Ja, de nem, pénzdíj van. Persze. Komoly pénzdíj van. Aha. Igen. Egy 10-eske. Csak elfogynak az emberek, akkor jön egy újabb csapat is újra? De te jó kérdés, én is csak egyedves láttam még. Na jó, nem kérdezek ilyeneket, de mindegy. Na, majd ma megnézzük meg, és akkor kiderül. Igen. Hogyhogy. És az első körben a kedvenceiket kellett készíteni, tehát hogy azért az viszonylag könnyebbség volt. Egy óra alatt. Így még van. Nem tudom, mihez kell egy óra, nekem én rántott. Hát ez az így. Főzd a kedvencet, adjatok 6 tojás gyerek. Kész vagyok, kiabáld a Sevestén, Balázs, Budapest, Lakos. Itt vagyok. És már kész is volt a zabtej és zabba. A béze zabtej. Reszelt almával fahéja. Hú, tényleg. Megyek is, csinálok magamnak egyet. Jól van, mi volt játékkal tegnap? Játszottam. Aha.
kihúzta a játékos. Igen. Jól emlékszem. Ó, fájó sebek ezek. De legalább volt egy kis haladás. Így van. A hosszú hónapok óta tartó mély gödörben, amiben vagyok. Már nem mondtam ki. Lehet jelentkezni gyógyírjel igére a 0670-645-0000-es igen. Játékra lehet jelentkezni, jó, jönnek a hírek, meghallgatjuk a legfrissebbeket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Most kaptuk Veresegyházi vonalon, egy órás késésben vannak a vonatok. Ákos, ha hallasz, akkor hozzá már nekünk erről léci valamit. Lehet, hogy mondtad, csak nem hallottam én most annyira a híreket. Egy órás késés, gyerekek. Mekkora távolság az valaki, körülbelül így fejből megvan a Veresegyháza Budapest, mennyi az 40-50? Tehát nincs több, mint 50 kilométer, nem? Tehát igen. Azért azon egy órát késni. Igen. Nagyon kemény. Örüljetek, hogy nem laktok messzebb. Képzel, de. Olcsó vigasz mi. Igen, közben folyamatosan jönnek az SMS-ek a tegnapi adásunkhoz kapcsolódva, és fogunk róla beszélni mindenképpen, mert szeretnénk azon dolgokra reagálni, amik tegnap ugye megint elindultak. Én azt gondolom, hogy magát újságírónak nem is nagyon mondható cikk után, mármint aki írta. Mert ez SMS az így szól, ez az ország nem normális. Jól kicsavarták a tegnapi műsort, én hallgattalak benneteket, nem is a megerőszakolt lányon nevettetek, általában a gólyatáboron, meg nem is volt olyan nagy a kacaj, nagyon sajnálok benneteket, gusztustalan emberek vannak. Teljesen tudatosan nem beszélünk erről, 8 óra után szeretnénk erre reagálni. Amikor ez a dolog elhangzott tegnap, akkor fogjuk ezt visszahozni, tudjuk, látjuk, mi is olvastuk tegnap. És fogunk róla beszélni, természetesen reagálunk rá. De köszönjük szépen, hasonlóképpen látjuk a dolgot. Trafi Győrben a 83-as bevezető szakaszán a temetőnél, ezt Botos küldte nekünk, valamint hát többen is tényleg elküldték, hogy Veresegyházi vonal egy órás késés. Azt Ákos behozta, Budapest, Veresegyház, Vác vasútvonalon, Csomád és Veresegyház állomások között Ivacs megállóhelyen 5 óra 50 perckor a kis Vácra közlekedő személyvonat vezérlése meghibásodott. Aha, beállt. 6 óra 40 perckor, figyelj, egy óra múlva, a mozdonyvezető el tudta hárítani a hibát, de az erre közlekedő vonatok utasai 30-50 perc késésre számítsanak. A menetrend szerinti közlekedés a déli órákra állhat helyre. Atya, úristen. Ez most már azért nagyon súlyos, gyerekek, ez nagyon súlyos. Minden áldott minden nap. Van valami. Minden nap. Igen, és valahogy mindig a dolognak az a kicsengése, hogy leginkább a Vác környékiek, meg a váciak azok, akik megisszák a levét ezeknek a dolgoknak. Szerintem arra vezethető vissza ez a történet, hogy ott volt tudomásom szerint az első vasútvonal Magyarországon, és ez még mindig az. És lehet, hogy még mindig az. Ez nagyon kemény. Jó, de az összes többi meg jól megy, tényleg. Uh-huh. Az összes többi MÁV vonal. Uh-huh. Ja, igen. Nem voltam ügyes? Hogy nem. Érzed? Nem volt rossz azért. Egy próbálkozásnak így jó. Van. Mászoljönek esetleg. Hát, kitartás tényleg mindenkinek komolyan, nem maximálisan együtt érzünk, nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni. Igen. Jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk, már itt is van. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hello, Krisztián! Igen. Krisztián, te honnan telefonálsz? Budapestről jelenleg. Budapestről, ott is laksz, vagy itt is laksz? Nem, Pásztor lakom, csak itt dolgozom. Csak itt dolgozol, mit csinálsz? Temetőben vagyok, sírgondozó. Ó! Hát az, igen, meg lehet ezt szokni, ez egy érdekes dolog, mert gondolom, hogy egy idő után minden munka ugyanolyan kicsit, nem? Persze, meg lehet szokni, szóval így a hullákkal is kapcsolatom, csak a sírokat kell gondozni, virágot beültetni, locsolni. Menj még ez a temetőből ellopjuk, amit nappal rátesznek, este eladjuk a temető előtt található virágboltba, vagy éppen máshol visszük, máshol értékesítjük, ez megy még? Van itt, hogy ellopják, de ugye a saját sírjukba teszik bele. Ilyenről még nem hallottam, hogy így eladnák valakinek, de aha. Ki tudja. Tehát ez az átveszem onnan, és ráteszem az enyémre. Igen, itt megy ilyen, elég sok van sajnos. Ha létezik ez az intézmény, hogy Mennyország, azért aki fent van, az mit szól? Anyám, ne tegyél, ne lopd el, látlak, hát mit csinálsz, lopott virágot teszel az én síromra, nem? Ugye? Hát fölülről végignézett, hogy a bratyó ellopja, és mondod, hajd, nem ér, nekem itt már fönn teljesen mindegy, ne lopd el, ne lopd el. Viszont azok is örülnek, akik lent vannak már, hogy a főnök, mert hogy gyűlnek azok, akik pokorra fognak jutni azért, mert hogy mások sírjáról lopkodják le a virágot. Igen, az nem túl szép. Igen. Hát igen. Na jó van, kivel szeretné játszani?
veled. Hát... veled, várjál, ez lehet a Jani is. Az bárkivel. Ja. A gyengét rúgjuk, mi? A gyengét. A két keménynek most nem mertek neki menni, mert ők hozzák a pontokat, mi? A koncra hát, mentek. Hát, is sikerülhet. Hát az a baj, hónapok óta szerint. Enne egyszer Debrecenben egyszer megtört a jég, és előtte se, utána semmi. Bizony. Kiporoszkál fáradtan, talán egy kicsit megsebezve is a falka mögött. Én már nem poroszkálok, engem húztok már, csak így visztek. Az egykori alfahím, az egykori ragadozó. A király. Akit nem lehetett legyőzni, most én vagyok a, igen, a Istenem, falka visszatartója. Akela megöregede. Akela. Akela elmegy meghalni, csak nem hagyják. Én már elmennék szertartásosan meghalni valahol, csak nem hagynak. Na jó, hát ha majd most Akela visszatér. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3-2-1 fire! Na, mesélj nekem egy kicsit a munkádról, hogy mit kell pontosan csinálni? Hát sírokat kell locsolni, virágot beültetni, tisztán kell tartani az utakat, mert ugye a vihar után eléggé piszkosak, és ezt nekünk kell elvégezni. Ilyen fák esnek rá, vagy ilyenek? Hogy micsoda? Hogy fák esnek rá, vagy fadarabok? Levele. Ágok azok is, igen. Ez az! Köszönöm. 23 másodperc. De szép volt. Hát van ott még tartalék. Van ott bizony, harap még Akela. Vannak még fogai. Hát már nem sok. Már nem sok. Krisztián, én éreztem, hogy nagy a lendület. Istenem, mondtam, gond, ad nekem, hogy ekkora lendülettel valahogy durrancson be egy igent vagy egy nemet. És ez meg is történt. Igen. Hát sajnos igen. Hajjajjaj, nincs sajnos ajándékcsomag. Pedig nagyon lendületesen játszott. Ha így végignyomtad volna, akkor a szenzációs lett volna tényleg. Hát így élőben sokkal nehezebb azért. Nekem mondott, hónapok óta ezt érzem. Hónapok óta én is így gondolom, hogy élőben sokkal nehezebb. Az utóbbi 3 hónap talán második pontját sikerült megszereznem. De ez nagyon szép pont volt. De ezzel mintegy kiküszöbből mit csináltam? Kiküszörültem a tegnapi csorbát, és egy-egyre hoztam a harcot saját magammal. Hát, ha visszaülsz a lóra. Hát, ahhoz azért legalább egy hetet folyamatosan meg kell nyerni. Krisztián, köszi a játékot! Én is köszönöm. Jó munkát neked. Hello. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Gyerekek, amikor már azt gondoljátok, hogy leírhattok, amikor már azt gondoljátok, nincs bennem több, olyat teszek, amivel jóvá teszem összes baklövésem. Hát jóvá még azért nem az. Ez kicsit dolgoznak. Mert egyelőre 32-re állok önmagammal szemben az elmúlt 4 hónapot nézve, de... De nagyon szépen jössz föl. Valóban, tehát a farkas foga ugyan benne maradt az áldozatban, de megharapta. Apránként építkezünk. Akkor téged választott, megásta a saját sírja. Az biztos, igen. Gyerekek, ki van ügyeletben a MÁV-nál? Hívjuk föl őket. Én most komolyan mondom, hívjuk föl őket. Nem tudnak nagyon mit mondani, mi se tudunk nagyon mit kérdezni. Engem most megnyugtatna egy mávos ember. Én most hallani akarom valakinek hangját ma reggel, meg szerintem az utasok is, aki elmondja, hogy még ez úgy meddig? Vagy hogy? Vagy mi történik? Vagy ez most igen, de hogy meddig nem? Vagy... Hőtágulás. Hőszűkülés. Mi van most? Eső. Eső. Elmossa a síneket. Esős falevő. Az nagyon. Az a legdurvább. Ki a sajtó ügyeletes? Ki van a hídon? Ki áll a hídon? Ki a góré? A menő? A nagy menő? A kos? Ki az, aki vezér, a vezér, ki az, aki bátor? Ki az, aki bátor? Én csak azt tudom, hogy előlül a masinista. Az nagyon fontos, igen. Mi újság, Vác Budapest nyugati vasúton 8-kor indulnék, ha gáz, akkor kocsival mennék. Köszi a segítséget, szép napot nektek, ügyvrita. Látjátok? Ezért mondom, hogy kell valakivel beszélnünk. A Lajos Mizsei vonal se külön, csak a délután megy ugyanez a késés, akkor nincs morning show, ezért nincs neki fenék kerítve, kékszemű küldte nekünk. Hát így értek el, még csak nem is mi kerítünk neki feneket. Egyszerűen írják a hallgatói, mi nem nagyon lovagolnánk a mávon, csak mivel mi a hallgatóknak csináljuk ezt a műsort, így viszont szeretnénk segíteni nekik, hogy mégis mire lehet számítani. Veresegyház Budapest nyugati 29 kilométer. Aha. És ezt nem sikerül megtenni egy 2-3 óra alatt. Jó, hát amikor ott lerobbant egy szerelvény és ott áll, azt nehéz kikerülni. Tudod, az innen előzni nagyon nehéz. Ott, az egy picit nehéz, igen. Na jó van, hívunk mindjárt valakit, hogy elmondja, mi a helyzet. 7 óra van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, jó reggelt kívánunk. Kedv van, kicsit borongós az időjárás, legalábbis itt Budapest fölött, ugye keleten süt a nap, ahogy halljuk, nyugaton pedig ugyanaz a helyzet, mint tegnap. Ma már talán nem lesz annyi eső, hideg nincs, legalábbis itt. Most nehéz hogy fogalmazni, mert csak úgy, mint 1541-ben az ország kb. 3 része szakadt, tehát középső, keleti, nyugati országrész, mindenhol nagy különbségek vannak. De nincs nagyon hideg. Uh-huh. Legalábbis itt Budapesten is. Óvatosan fogalmaztál. Kb. 3 részre. Nehogy aztán kiderüljön, hogy kevesebb vagy. Nehogy aztán, hogy még több legyen, igen, aztán megint cikkeket írjanak, igen, valamit rosszul mondunk.
Szóval, hogy nincs nagyon hideg, nem kell nagyon felöltözni, sőt, mi több, azt mondják a szakértők, hogy ma már egy kicsit kevesebb eső lesz. Gyerekek. Azt mondjuk nem baj, mert tegnap annyit esett megint, főleg éjszaka olyan vihar volt, hogy hát nálunk legalábbis este. Mintha Dézsából öntötték volna. Hát nálatok semmi? Nálunk este már kis dörgés, 8-kor elállt. Addig viszont szakadt, mint az állat. Nálunk ennek van egy külön skála, ami jelzi, hogy milyen szintű a vihar kintől. Ez az úgynevezett vernyogás skála, mert a macska ül az ablak előtt, és annál minél keservesebben nyarok, hogy be akar jönni, annál inkább tudjuk, hogy kint ítéleti idő van. De olyankor vársz egy picit, nem? Nyugodtan. Figyelj, nem kényeztetem őt, de idegen kell tartani ezt az állatot, eszik kiszik éppen eleget, és amúgy is csak akkor engedi magát megsimogatni, amikor neki tetszik. Úgyhogy akkor el szoktam így húzni a függőt is. Bemutattam a középső, de hogy is nem. Hogyha nagyon, nagyon szenved, akkor mindig be szoktuk engedni. És ilyenkor nagyon jó, mert oda megy a szoba közepére, lerázza magáról a vizet, utána pedig vizesen fölmegy a paplanra, és elalszik, és átázik tőle a takaró. Nagyon jó fejállat, szeretjük. Na, csak mondom. Igen. Jaj. Hogy? 4-6-7-6-6-7-3-3. Aha. Csak mondom. Hogy ugye tegnap tenisztippeket kértetek tőlem, a legjobb számításaim szerint úgy néz ki, hogy 4-ből 3-at eltaláltam. Nagyon mert jó. Raonic éppen hát hozza. 4-3-ra vezet, és ha ezt megnyeri, akkor ez tulajdonképpen a harmadik szettje, amit megnyer, és vége a meccsnek. Úgyhogy csak a conga Möri nem jött be. Csak a conga Möri nem jött be. Tudod, amire elbuktad az összes pénzt. Igen. És most is ebben a mondatban is volt azért egy finom, kicsit elharapott, félbe kimondott ha. Bocsánat, azt senki nem mondta, hogy 4-et 1-re kell megtenni. 4-et külön-külön kell megtenni. Ez 4-ből 4-et nem senki nem orákulum, de szerintem 4-ből 3-at eltalálni. De mióta ilyen obszhuszár, hogy nem 1-be kell megtenni? Hát nem, most megtette 1-be. Az a baj, abban becsúszik egy kicsi hiba százalék, inkább apránként kell begyűjteni a pénzt. Kevesebbet, de biztosra. 4-ből azért egy meccset az ember tévedhet, hogy nem talál el. Hát... Ki a hibás? Én mohó voltam. Mohó voltál, sokat akartál. Az 500 forintból 1000 forintot akartál csinálni. Gyoko megnyerte, Wawrinka megnyerte. Így van. És Raon is úgy néz ki, hogy behúzza. Azt jelenti 4-ből 3. Mörivel meg ugye dilleltetek. Mörivel meg elosztottuk az 500 forintodat. Értem, igen. Sport, ne erről szóljon már. Na, állítólagos a gyerekek 25-kor tudjuk hívni, a MÁV sajtószóvivőjét 25-kor. Akinek van kérdése a saját vonalára vonatkozóan, hogy ott mire lehet számítani. Én nem a mai napon, úgy általában most olyanok írjanak, ahol mondjuk hónapok óta minden nap fixen van 1-2 órás késés, ezeket gyorsan így lekutatjuk. Jó? Ha ezeket fejből tudja majd a sajtóügyeletes, akkor megkérdezzük. Jönnek például ilyen kérdések, ez érdekes, hogy a gyerekem hogy kaphat igazolást a késésről, ha nem utazik a végállomásig, mert korábban leszáll a vonatról. Tudtam, hogy csak a végállomáson adnak ilyet. Így nincs mi bemutatni az iskolában, ha késik a vonat miatt. Szóval nagyon jó kérdések vannak egyébként, hogy hogy tud az ember igazolást szerezni, hogy megint a MÁV késett. Ugye? Hát hány gyerek késik el, meg hány ember késik el a munkahelyéről? Kaller, szerintem. Nem? Lehet a kalauz, ezt megkérdezi. Kunszent Miklós tasvonalon kb. 3 hónapja lévő késések okát is elmondhatná a szóvivő. Pontosat régóta nem tudunk, és az sem, hogy meddig tart még nyaki, küldte nekünk. Na, mindjárt mindent megkérdezünk. Van egy hallgatónk, Mária. Hello, Mária, jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt! Te is egy bizonyos vonalon jársz, ahol mindig késik a MÁV? Hát elég sokat késik, és vannak érdekességek. Na. Tehát tudnék arról mesélni, amikor nyugati pályaudvarba bemondja a hangos bemondó, hogy akkor szálljanak fel a vonatra, de vonat az nincsen. Ezt most nem mondod komolyan. De komolyan, és az nagyon sűrűn előfordul. Még az is van, hogy nincs tájékoztatás. Tehát a legbosszabbabb az, hogy most is foton is felszálltak az utasok, hát ugye most megvan tele van a vonat, mert egy óra. De te várj, te most hol ülsz? Te most ott ülsz a Veresegyházi vonaton? Igen, még mindig jövök befelé. Mikor indultál? Hát 3:45-kor. 3:45-kor szálltál fel a vonatra? 3:45-kor indultál otthonról? 3:45-ös vonat. Hánykor állt be a vonat az állomásodra? Hát az pontosan érkezett, csak Veresegyházon várakoztunk, és ugye nem tudtuk Veresegyházon is, hogy mire várunk. És most mit? Most ott álltok? Hát most már beérkeztünk, Nákospalotán vagyok éppen. Aha. Hányra kellett volna ott leszállnod, ahova mész? 6:30-kor kellett volna leszállni a nyugati pályaudvaron. És most van 7:30-10 perc múlva. Van, és igen. Még nem vagytok benn. Hát nem vagyunk, igen. Még egy 15 óra körülbelül. Atyó, hát ha nem jön közben semmi, ne kiabálj kell. Azért 15 óra az még sok. Az még legalább 2-2,5 kilométer, tehát ott még azért nagyon sok minden történt. Na, mondod, elkezdted mondani, hogy nincs tájékoztatás.
Így van, igen. Hát felhívtuk most is a nyugati pályaudvart, hogy tudnak-e valamit, és azon kívül, hogy amikor hívtuk 40 perc várakozásról, illetve késésről tudtak, azon kívül semmit. Tehát nagyon úgy néz ki, hogyha a mai világban a kommunikáció a MÁV-nál valamiért nem működne. Az még döbbenet, hogy bent a központban nem tudják, hogy mi van. Hát azt gondolná az ember, hogy a szerelő vagy a mozdonyvezető beszól, hogy gyerekek, itt állok, ez van. Így tehát, van, küldjenek azért... falatot, illetve fotóbusz, vagy bármilyen megoldást találjanak, mert az, hogy most ezek szerint meg tudták szerelni ezt a lépcsőt, a mozdonyvezető meg tudta szerelni, hát ez eltarthatott volna 2 órán is. Tehát nem tudom, hogy nincsen műszaki apparátus, aki ilyenkor kocsiba ül és segít a mozdonyvezetőnek, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi lehet a MÁV-nál ilyenkor. Ez egyébként tényleg érdekes, te minden nap ezzel jársz? Minden nap, igen. És egy héten hányszor vagy bent pontosan? Hát azért szerencsés eset van, mert azért 5-10 perces késés nem. Az jó. Hát az jó. Ez is. Az jó. Teljesen, igen. És neked elfogadják a munkahelyeden egyébként, hogyha késem? Hát én korábban indulok egy órával, hogy biztosan beérjek. Ja, Istenem! Elindulsz egy órával? Tehát egy órával később tudnál indulni egészen úgy nyugodtan, van, csak beleszámolod a késést? Pontosan. Azért, amikor egy embernek a napi rendjébe szervesen beépül a késisekre való felkészülés... Egy órával előbb kell indulni. Egyébként igen. Igen. És mit szerelt a kalauz vagy a vonatvezető? A vonatvezető, a lépcsőt. A lépcső nem tudta behúzni a vonat, és akkor ilyenkor nyilván nem tud a biztonsági fokokat tovább venni, nem tudja becsukni az ajtaját. Csak amikor leszáll a kaller, meg leszáll a mozdonyvezető, és kette húzzák, vonják ott a lépcsőt? Vagy mi történik? Azt nem láttam, mert az nem veres egy házon, hanem ivacson volt. Vagy hátra jön a mozdonyvezető és megkezdi, ez és hölgyem, uram, bocsánat, van egy kis műszakiba. Nincs önöknél véletlen egy hajtókar? Nem? Ha valaki tud segíteni, 2 darab dugattyú és egy lépcsőszerelő doboz, amivel meg tudjuk szerelni. Ha valaki szerelt már vonatot? Azért ez döbbenet. Na, de most hallom, hogy mentek. Most már igen. Hát, vagy csak szakadt az eső. Hát ez egy nagyon jó pillanat akkor. Hát ez használt ki, dőj hátra, egy kicsit élvez. Igen. Sokan vannak, sokan vannak, ugye? Sokan állnak, igen. Fihez, ez tök nagy öröm, hogy az egyik hallgatónak az életében egy jelentős pillanatban ott lehetünk vele együtt. Köszönjük. Igen. Köszönjük a sorsok, köszönjük a MÁV. Ha még lenne egy kicsi időnk, megvárnánk, ahogy beérsz. Hát mondom, ez még legalább 10 perc. Az még 10 perc. Jól van, köszönjük, hogy elmondtad. Kitartás neked. Köszönöm szépen. Hello, Mária. Ciao. Szia. Azért, amikor egy nap elmegy rendszeresen az életedből, hétfőtől péntekig, azért, mert hogy te neked korábban kell indulnod, mert bele kell kalkulálnod a késést. Hát egy órával, ha korábban indulsz, akkor nagyjából azt feltételezheted, hogy odaérsz. Tehát, hogyha most 8-ra be kell indulnod, be kell érned, és elég lenne 7-kor elindulni, akkor te elindulsz 6-kor. De ez heti 5 órát kidobsz az Heti 5 órát. És akkor ugye még ugye valamikor beérsz időre, akkor még egy órát vagy a munkaeden vállalkozó, de még inkább az, mint hogy ugye kirúgjanak. Nagyon súlyos. Igen. Na, van sajtóügyeletesünk, szóvivőnk? Bárki? Nyilatkozik valahol, biztos. Igen? Aha, nem ez, ugye? A Bot Ferenc sajtóügyeletes, szegény, hát neki se könnyű a dolga. Hát nem. Nem, de hát kénytelenek azért valamit mondani, még hát szerintem egyébként elvárás szintjén. Kell is mondaniuk ilyenkor valamit. De most gondoljuk el, hogy mondjuk rendszeresen napi 1 órát nem biztos, hogy a szeretteiddel sem tudsz tölteni adott esetben, mert reggeltől estig utazáson meg munkáról szól a napod, és 1 órát masszívan elvisz tőled a MÁV. Igen. Na, itt van a sajtóügyeletes. Bot Ferenc, hello, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm az urakat. Jó reggelt. Tegeződhetünk, ugye? Természetes. Főleg ott az a szép bajszos gyerek ott a háttérbe. Mivel földiek vagyunk, én Bánhegyesi vagyok. Aj, de szép hely az. Ugye, hogy ugye? Bizony, de régen láttam arra. Na, hát halljuk, hogy mi a helyzet ma reggel ismételten a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon. Egy laza kis késés. Hát nem is akármilyen laza, ugyanis 5 óra 50 perckor a Kisváncra közlekedő Deziro motorvonat vezérlése, tehát ami a lépcsőket és az ajtókat zárja befelé, meghibásodott. És hát addig ugye ez egy előírás, addig nem mozdulhat ki a megállóból, nem indulhat el a vonat, amíg az ajtót be nem tudják zárni. Ilyenkor nincs arra lehetőség, hogy tájékoztassák rögtön az utasokat? De lett volna rá valószínű, csak a mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal ugye, hogy minél előbb tudjanak menni,
kézi vezérléssel szépen elkezdték, hát húzamosabb ideig tart ez egyébként, megpróbálni becsukni az ajtót, ez többszöri kísérletre nem jött össze, aztán egyszer csak összejött, és onnantól kezdve be. Na most az hogy lehet, hogy az utas, most beszéltünk egy utassal, aki ezen a vonaton ül éppen, fölhívták a Nyugatit, és hogy a Nyugatiban fogalmuk nem volt, hogy mi történik. Hát az ember azt gondolna, hogy van egy ilyen hiba, akkor a mozdonyvezető beszól, a központban tudják, és az utas érdeklődik, akkor kap felvilágosítást. Most mondta el az utas, hogy neki ezt semmit nem tudtak mondani, hogy mi történik ezen a vonalon. Ez hogy ment? Nincs egy ilyen központi telefon? De van, még a jegyvizsgálónál is van mobiltelefon. Ezt nem tudom, ezt valószínűleg ki fogják vizsgálni a vezetőt, mert ez, szerintem is ez egy olyan példátlanszerű. Ja, Istenem, most volt. Még a végén nehogy a mozdonyvezető kerüljön bajba. Nem a mozdonyvezető. Szegény, van annyi baj jutott. A jegyvizsgáló, inkább a jegyvizsgáló, mert ő neki kellett volna azonnal. Tudtam, hogy a munkaadó azonnal átnyomja a munkavállalóra. Tehát, hogy ez ebben a pillanatban megtörténik, hogy na majd akkor kirúgjuk a jegyvizsgálót. Nem, igen. Nem, ez bocsánat, itt előírások vannak, és amelyik dolgozó nem tartja be az előírást, igenis, az működjön érte. Gyanítom azért, hogy ez nem a jegyvizsgáló ment el egyébként, hogy a központban nem azért nem tudták egyébként, hanem egy olyan kommunikációs zavar van, hogy egyébként elég sok minden nem tudnak. Nagyon sok kérdés van. Például kérdez egy hallgató, hogy... Hogy tudja valaki igazolást kapni, ha nem megy el a végállomásig? Korábban leszáll a vonatról. Az ő tudtával azt mondja, csak a végállomáson adnak ilyet, amit be lehet mutatni az iskolába. Például késik egy vonat. Ugye elég sokszor előfordul ez. Igen, sajnos ez így igaz, de ha az iskola esetleg a MÁV direktnek a telefonjára rátelefonál, ott szóban már is tudják igazolni, de ugye a végállomáson ott meg tudnak is igazolást. De bármelyik állomáson, ahol van személypénztáros, ott tudnak igazolást adni. Tehát bármelyik pénztáron, ahol a gyerek leszáll, és van pénztáros, ott kap igazolást? Így van. Aha, Hát eljött akkor a gyerek oda megy a tanárhoz, akinek az órájáról késett, elmennek egy telefonhoz, felhívják, előtte természetesen a gyerek bemutatja az érvényes, illetve hát a korábbi vonatjegyet, vagy vonaljegyet, amire ugye hivatkozhat, és akkor felhívják ezt a számot, és akkor azt mondják, hogy igen, késett. Pistike nem hazudik. Igen. Így van, a Budapest-Esztergom vonalat nagyon sokan kérdezik, hogy 2 vagy 3 éve épül állítólagosan, hogy ez elkészül-e még egyszer valamit. Hát jelen pillanatban erre nagyon nem tudok mit mondani, folynak a munkálatok. Hát de nincs annak egy kiírása, vagy egy bármi, hogy eddig kell befejezni, ekkor kell átadni, csak úgy épül, ameddig épül, vagy ez hol van? Nem. Voltak némi nemű problémák ebből kifolyólag, műszaki problémák, amiket ugye még előtte ki kellett küszöbölni, stb. Tehát ez nem így működik, hogy hancipó bekaprak, és a búzea sincs veszve szó. Már ez mit jelent, hogy nem így működik, hogy jogtalan elvárás, hogy az utas tudja, hogy mikor lesz kész, vagy megadták azt előre, hogy mikorra fog elkészülni. És az mikor van? Hogy közbejöttek problémák, az egy külön fejezet, úgyhogy én bízom benne, hogy ebben az évben át lesz az. De már át kellett volna? Tehát már lejárt a határidő? Én úgy tudom, hogy igen, most járt volna el valamikor a határidő, igen, és ez aztán egy hónappal vagy másfélel meg fog csúszni. De az apró betűsítő biztos, hogy benne volt, hogyha esetleg mégis valamit nem forgáson, akkor... Nem láttam a szerződést, tehát nem tudok hozzáfogni. Nem egyszerű. Nem bizony. Na most mit mondaná azoknak az utasoknak, hogy mit mondanál, akik ott ülnek, és naponta egy órával korábban kell indulniuk, hogy egyáltalán beérjenek? Tehát, hogy így jobb lesz-e vala a helyzet? Vagy te, mint sajtóügyeletes, hallgattak téged ott, vagy rengeteg ember fülébe, ezek az emberek éppen a MÁV-on ülnek, másfél órás, egy órás, 3-4 órás csúszásokkal, naponta egy órával korábban kell indulniuk, nem tudnak tervezni, nem tudnak időben beérni, hogy nekik mit mondanál? Szegényként, hát tudom, hogy te csak sajtóügyeletes vagy, nem te tehetsz erről, én csak kérdezlek, tehát ártatlanak vagy te ebben a dologban. Tudom, én is érzem, szívesen ott lennék a helyszínen, és segítenék bárkinek. De hogy beviszed a hátadon őket? Nem. Tehát ez olyan tájékoztatással, ami fedi a valóságot, és ami megnyugtatja az utast. Hát tudom. Ami megnyugtatja az utast. Az, amit ugye nem hall, nem mondanak neki semmit, ott szerencsétlen ül, és én is biztos vagyok benne, hogy örjöngenék, és lehetséges, hogy nem is tudom, még lehet, hogy neki is ugranék bárkinek. Mérgenbe, mert ugye a munkáltató az sajnos nem minden esetben tudja ezt elfogadni.
Amikor láttad egyébként ezt a kiírást, már munkakör, hogy MÁV sajtóügyeletes, akkor ez egyfajta mazohizmus, vagy egy elvesztett fogadás, vagy tehát, hogy hogy? Mert hogy nektek azért nagyon nem könnyű. Annyi mindenkivel beszéltünk már a MÁV-tól, de hát ti nagyon nehéz helyzetben vagytok, mert nektek ráadásul ki kell állni, és válaszolni ilyen kérdésekre, hogy ez egyfajta mazohista hajlam? Kellemetlen kérdésekre is, meg olyan kérdésekre is, amikkel egyébként az ember nem számolna, mert hát ugye azért ember, mert mindenféle fajta olyan kérdés eszébe, ami esetleg máskülönben abszolút nem jutna eszébe. Hát elég nehéz neki. Most mármint a mi kérdéseinkre gondolsz? Mert viszonylag... Így, nem, mondtad, mi most kultúrlények voltunk. Komolyan mondom, én hallottam a múltkori adásotokat, amikor a Szabó Anettel. Nem hagytátok neki végigmondani a faledél témát. Hát ez egyszerűen nonsens, hogy nem hagyjátok, hogy befejezze, mert ugyanis a faledél, ha a két vas közé oda megy, tehát a kerék és a sínfel közé. Igen, a többi országban nem esik, nincsen ősz, vagy ezt most mire gondolsz? Kívánok, a többi országban ezt megoldották. De akkor? Kivágták a fákat, mert kivághatták. Itt nem nagyon vághatják ki a fákat. Tehát mindenhol, ahol vonat megy Nyugat-Európában, ott pusztaságok közepette bennek a vonatok, kivágott fák mentén. Ne forgass ki a szavaimat, Balázs. De ez nem így van. De a vasút mellett olyan távolságban van fa, hogy ha leesik, lehullik a levél, és nem tud egyszerűen rámenni a sínekre. Aha. Igen, ez egy cinikus vagy, Balázs. A MÁV-nak az a felevél, ami a tujáknak a tujafúró aranymój. Igen, eléggé viccesre lehet venni a témát, de... Mi teljesen laikus dolgokat kezdünk. Hidd el, olyan dolgokat kérdezünk meg, ez a falevél dolog, ez minden ősszel az összes utasnak az eszébe jut. Nekem a feladatom nyilván, hogy ezt megkérdezem, aztán hallgatjuk a választ, de hogy mi nem vagyunk cinikusok, megkérdezem azt, amit egyébként egy utas, ha vele találkozna, ugyanúgy megkérdezne, ez kicsit a feladatunk. Tulajdonképpen ezért ülünk mi a mikrofon mögött. Na de könyörgöm. Hát egy kis józan paraszti ész. Igen. Most semmi más nem kell hozzá, Balázs, könyörgöm. Na. Hát a sín vas, a kerék vas, a közé megy a falevél, akkor mit tud csinálni? Hát gondolkozzál egy kicsit, csak nem kell már csinálni, Balázs. Hát komolyan mondom, és nem hagytátok, hogy az Anett végigmondja, és fél ország szinte azt lehet mondani, hogy rajta mosolygott. Tulajdonképpen a MÁV-ra miattunk haragszik az ország. Igen. Nem azért, mert ott ülnek a vonaton, és egyébként órákat késik a MÁV, hanem szegény Anett, akit mi egyébként belefogadtuk a szót. Ezt kérem magamnak, ezt nem is mondtam, hogy nem. Igen, és tulajdonképpen mi tehetünk erről, így van, persze. De elég se folytatjuk, meghallgatjuk a falevél kérdést, hidd el, egy fontos kérdés, ez minden ősszel, ahogy nyáron egyébként a sineket is ugyanúgy megkérdezik a BKK-tól, és ősszel tőletek a faleveleket, mindenki megkérdezi. Most tudjuk akkor, hogy más országban kivágják. Hát ez egy érthető, értelmezhető válasz. Lehet, hogy akkor ezek után ezt már nem kérdezik meg. De az Anett is elmondta volna, csak nem hagytátok. Én nem visszahallgatom szívesen azt a beszélgetést, nem hagytuk az Anettet egyébként. Nyugodtan hallgass vissza, mert én azóta is eszem a kefét, és nem mondom, felhívlak benneteket, mert van másmilyen telefonszám, ahonnan ugye el tudom érni a szerkesztőt. De hát könyörgöm, hát végig kell hallgatni mind a két felet. De mi most tök kultúráltan elbeszélgettünk. Szerintem ez nem volt semmi gond. Ez a nyugati fakivágás, nem tudom hány kilométernyi üres területet kell csinálni, hogy a szél ne fújja oda. Igen, mert hogy azért odafújjál a szél, tudod, tehát ez érdekes ez a dolog. Én tudom jól, de azért körülbelül egy olyan 5-10 centi vastagon nem fújja ám oda. Ez igaz. Mert azt le is fújja, könyörgöm. Viszont De itt a bevágásokban, tudod, ezekben a mélyedésekben, akkor így mondom inkább, ott nem fog tudni a szél úgy behatolni, hogy le is fújja a sínszálot. Az a baj, hogy a fákat kivágják a töltések mentén, akkor nem lesz, ami megfogja a vizet, a csapadékot. Akkor meg átáznak a töltések, és megsüllyednek a sínek. Na, erre mit mondasz? Hát igen, ugye? Valamit valamiért, egyértelmű. Na de hát azért a közvetlen a sínek melletti fákat, azokat kellene kivágni. Ezeket nem fejlesztik ezeket a vonatokat, hogy mit tudom én, hát hogy rákészülve ezekre a, vagy mit tudom én, a svéd autógyártók is rákészülnek a keresztbe kószáló rénszarvasokra, vagy én nem tudom mikre, meg hogy... Igen, hát nem, mit tudom én. Két jó part visz a kerekek elé. Hallgató, például a Cegléd nyugati vonalon már észre se veszük az 5-10 perces késés, sajnos annyira természetes, 11 hónap alatt csak egyszer ér be időben. Mivel lehet ezt megmagyarázni? Hát az az igazság, hogy én tudok nektek javasolni egy térképes honlapinfót a MÁV-start honlapján, és arra igenis rá tudtok menni, és rá tudtok kattintani, és meg tudjátok nézni,
hogy mely vonalakon mennyit, hol késnek a vonalakon. De most miért traumatizálnánk saját magunkat ezzel, vagy ezt nem, nem értem? Nem kell traumatizálni, csak akkor, amikor érkezik befelé egy SMS, hogy már megint 30 perc, rámegyek, megnézem, és nem, Jézus Mária, nem is 30 perc, csak valakinek feltűnési viszketegsége volt. Csak ennyibe, de halál komolyan. Én többször voltam így, rámentem a térképen, néztem, akkor, amikor otthon voltam, mert titeket szoktál hallgatni, kérlek, rámegyek, és nem is késik a vonat. Csak valakinek jól esik, hogy a mámot tudhatja. Feltételezzük azért, hogy hallgatóinak a nagy többsége nem hazudik. Nyilván van ebben igazság, hogy van, aki kicsit túloz, de azért, amikor naponta jönnek, azért nem elhanyagolható számban olyan SMS-ek, hogy ezen a vonalon, azon a vonalon állnak, késnek, fél órája állnak, egy helyben ülnek, nem tudják, hogy mi van, akkor azért erősen lehet egyfajta tendenciózus jelleggel. Tökéletesen igazatok van, de egy-egy ilyen kirívó eset is van, amivel aztán ugye általánosítanak mindent és mindenkit. Már ez hogy a probléma. Hát általánosítják, hogy akkor most a mávon belül megint késnek a vonatok, nem csak az az egy vonat, hanem az összes többi vonat is késik, és akkor lehet megint a mávot szapulni. Itt ezen van a hangsúly. Nem akarja senki a mávot szapulni, hát... Hát tegnap reggeli igen? Például ugyanígy, ugye? Mi ugyanígy, Veresegyház és Csomár között. Ott meg elgázolt egy embert a vonat, egész pontosan elsodott. Ott 50-70 perc késések. Én azt hiszem, hogy az utasaink nagy többség, vagy a hallgatók nagy többsége azért itt nem arról beszél, hogyha gázolás történik, akkor milyen rossz, mert ha mondjuk egy hónapban, ne agyisten, történik egy gázolás, és egy hónapban egyszerűen nem érnek be a munkájukra, szerintem mindenki megbocsátható lenne. Arról beszélünk, hogy tendenciázusan, kimutathatóan az emberek nagy többsége sokszor nem ér be a munkahelyére, és egy hallgatunk az előbb mondta el pontosan, hogy minden nap egy órával előbb indul, tehát itt nem egyszeri gázolásokról van azért szó, tehát azért most már kicsit kezdünk oda kiukadni, hogy itt előtt egy szerencsétlen embert a máv, és akkor a hallgatók hőbörögnek, hogy késnek, hát azért egész egyszerűen nem kiszámítható a közlekedés, és nem lehet pontosan számítani a mávnak a beérkezésére az esetek nagy többségében. Hát ez cáfolod, vagy ez nem így van? Hát ez azért úgy, engedtessék meg, 50%. Aha. De ez inkább több a mávnak a javára. A máv javára. Tehát inkább jó. 70, igen, mert azért meg lehet nézni most is a térképet, hogy ezen az egy vonal, ez az egy vonal, az ahol minden narancsárga, tehát majdnem pirossal, mert ugye 40-50 perces késések vannak, meg 28, igen. Meg akármennyi. Az összes többi majdnem szinte zöld, és a sárgák azok meg 5-7 perces késések, tehát igen. Azok benne vannak abszolút. A pakliban. Ebben abszolút igazad, nekem az a bajom, hogy annak az embernek, aki csak azon az egy vonalon közlekedik, annak az minden nap ugyanaz a vonal. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogy a mávas mondja, hogy csak egy vonal, az ember, aki aznap egy Vác-Szob vonalon, Budapest nyugati vonalon közlekedik, annak minden nap ugyanaz a vonal. Neki mindegy, hogy csak az az egy vonal, ha az a vonal, az ugyanaz a vonal minden nap. De szerintem ez már részletkérdés. Jó, jót beszélgettünk. Szerintem is. Jó, megnyugodtál, mert picit felhúztad magad. Nem könnyű a te munkád. Én szolidaritok veled. Komolyan mondom, itt van három ember, meg még egy csomó mindenki, aki hív, állandóan kérdeznek, figyelj, este mit csinálsz? Futsz, vagy edzel, vagy megiszol egy viszkit, vagy hogy vezetsz? Tájboxolsz? Hogy vezetsz le? Én ezt most komolyan mondom, neked ez nem egy könnyű meló. Nem? Az az igazság, hogy addig, amíg tehát annyi idős voltam, míg meccset vezethettem, addig ugye az állandó edzés és a meccsvezetéssel vezettem le. Azt a bizonyos korhatárt már nem vezetetek mérkőzést, hát így jóval nehezebb. Így inkább kimegyek fecázni, és akkor kint elücsörgök a parton, és igen. Kikapcsolódom. Igen, ha elfogadsz tőlem egy jó tanácsot, mint sajtóügyeletes, te mióta vagy sajtóügyeletes egyébként? 2000 óta. 2000 óta, aha. Nagyon fontos szerintem, hogy nektek soha nem veszekedni kell, hanem informálni. Ez egy nagyon fontos dolog nagyon szerintem. Jól tudom, csak én próbáltam azt az oldalt is megvilágítani, hogy azért innét bentről négy fal közül nem tud ember úgy. Persze. Egyértelmű, hát abszolút nem könnyű. Hát négy fal közül azért megkint a helyszínen teljesen mások a viszony. Ja, így áll egy viszkit, ami egészségünkre van. Nem lehet, csak este majd. Köszönjük szépen. Minden kérdést föltetünk, nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm, szervusztok, szép napot. Köszönjük Bocs Ferenc sajtóügyeletesnek, köszönjük szépen. Jaj! Basszus, nem kérdeztem, mert a Feri megtalálta egyébként a térképet, és látom, hogy csomó zöld jelzés van rajta, hogy az mit jelent, falevet? Gyerekek, nem egy könnyű munka azért az övé, de hát nem mindennel értek egyet, amit ő mond. Nyilván mi az utasok oldalát kell, hogy képviseljük, vagy hát a hallgatóink oldalát, azért minden nap sok SMS kapunk.
Érdekes beszélgetés volt. 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 8 óra. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk veletek, értetek, és azokért, akik volantal utaznak. Megkérdeztünk szerintem minden fontosat. Érdekes SMS-ek jönnek a beszélgetés hangvételére, hát nincs ma jó napja Ferencnek, vagy nem volt szegénynek, nem egy könnyű állás azért ez a sajtóügyeletes állás. De ott lesz a karácsony. Tessék? Igen. Többen írják, hogy szerintük nem szabadna így felhúznia magát, arra gondolunk, hogy igen. Érdekes volt, de megengedhető, rossz napja van, nem könnyű. Egyébként tényleg nem egy könnyű meló, szegény, nem is ő telt róla. Hallgatom ezt az embert a MÁV-tól, de csak felidegesítem magam, ő biztosan nem utazik vonattal. Én Budapest-Székesfehérvár közt utazom minden nap, késnek a vonatok minimum 10 perc, és akkor az még jó puszi Magdi. Szerintem a 10 perc az még egyébként még talán meg is bocsátható, nem? Sőt, mindenki örül. Mindig arra kell gondolni, hogy van, akinek sokkal rosszabb. Igen. Nem kell mindig jól járni. Csak ha mondjuk egy távolságarányosan nézzük a dolgokat, akkor Székesfehérvár Budapest vonalon 10 perc, akkor gondolom, már bele mondjuk egy kicsit nagyobb távolságba. Zalaegerszeg Pest. Na jó, mindegy, mi megkérdeztünk mindent, úgyhogy ha van még közlekedési hír, mával kapcsolatos hír, volánnal, bárvel írjatok nekünk, és próbálunk mindent beolvasni. Hadd kérdezem meg, hogy ez az általam nagyon kedvelt Inexis szám, mely a Kik albumom rajta, ugye román hallgattam annak egy tínédzser koromban, hogy egyfajta felvezetése volt annak a zseniális rockzenének, amit tegnap megszellőztettél? Nézd, kicsit tegnap meginoktam. Az nem volt egy jó választás. A pénteki Mamszín nagyon jó volt. Igen? Tegnap picit mellé nyúltam. Én nem tudom, ez most nem egy akkora klasszikus, mert a Lenny Kravitznek az új albuma. De nem, én aztán abba hagytam. Én ma abba hagytam. Nem, azt nincs, mondod, nem, ezt a hetet nem, meg nincs, csinál, nincs. Játsszuk, ami benn van a gépben, nem. Holnap értekezlet, elég volt. Nem már. Már értem. Ne, haj, nem, vége. Én olyan teret vettem ezzel a nyakam, hogy most egy hétig éhozom itt a zenéket, gyerekek. Ez nem egy suli rádió. Itt senki nem hoz zenét. Te azt teszed be, ami ott van a gépbe. De fura. Értve vagyok? Olyan, mintha egészen más hallanék, pedig ez baszakja. Közeledik a szerda, nincs erő. Aha. Annyi mindennel kell küzdenem, meg annyi minden van. De most jelen pillanatban megint, úgyhogy nincs erő. Szoktál tenni keményebbeket is hallgatni, vagy hallgattál legalábbis régen, mint ez a Lenny Kravitz, meg ez a tegnapi Rainbow szám, ami szerintem a zenekar egyik csúcs. Egyik száma. De hogy nem akartam most Totót meg Gáz, ismeretlent akartam. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet. Csak mi voltunk. Jó, ez az új Lenny Kravitz, ez egy jó dal szerintem. Ugye mi a Chambert játsszuk, de ez egy jó dal. Van benne gitár? Van benne. És én ezzel kivonultam a zenei szerkesztésből. Nem feladatom, megvan a megfelelő ember, aki szerkeszti, nem feladatunk bele nyúlni a zenébe. Értve vagyok? Senkinek. Nekem sem. Értve vagyok? Értem. Indulok. Na jó van. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Még nincs játékos, addig gyorsan mondok egy közlekedést. Nem tudom, mi van, de Budafok-Rákóczi híd 50 perc. Áll a budafoki, a szerémi és a fehérvári út is, a híd felhajtók, minden, ami lehet, ezt adi. Küldte nekünk, a hallgatónk eltűnt, de mindjárt meg is lesz, meg is van. Halló, jó reggelt! Szia, sziasztok! Szia! Hello, Béla! Hát, ez a befenevem amúgy, Józsi. Hát, ja, ez ami megtréfáltál. Tehát Béla, aki Józsinak álcázza magát, ja nem, Józsi, aki Bélának álcázza magát. Aha! Így van. Oka van az álcázásnak, vagy ez csak úgy... Rádragadt. A ciki volt a Józsi, ezért inkább a Bélát választottad? Hát, szerintem jobban hangzik. Jobban. Mit csinálsz éppen? Honnan hívsz minket? Hova mész? Mit csinálsz? Itthon voltam, egész éjjel dolgoztam, és most értem haza nemrég. Dolgoztál egész éjjel? Igen, mit melózol? Lőrincsen vagyok. Egy boltba. Komolyan mondom, gyerekek, hát a világ központja lassan Lőrinc. Nem egy hét nem tud úgy eltelni, ne legyen valaki Lőrinci, egy nap. Pedig ma nem is az Anna van, tehát nem is tudjuk megvádolni esetleg részrehajlással, mert Juli van ma. Ha elkészítjük egyszer majd a Morning Show lojális hallgatóinak a térképét, akkor a Lőrinc ott fog. Komolyan. Az áthalásos, nem ja, akkor nem, mondjuk sárga, nem sárga, mert hogy ugye sárga szín. Így fog virítani. Iszonyat kemény magma Lőrincen. De hogy nincs egy pasaréti, hogy nincs egy törömbálinti, hogy nincs, nem is értem egyébként. Jó, nincs ezzel baj. Mivel foglalkozom? Mit mondtál? Henteskedem.
Fenteskedsz. De szép szakma azt. És éjszaka dolgoztál, és most pihensz? Így van, most értem, hát nem rég. Mit csinált? Mit csinál éjszaka? Éjszaka egy hentes? Levágja az állatot, hogy reggelre, amikor kimész a piacra, vagy bemész a boltba, legyen friss hús. Nem mészáros, hentes. Egy jogos? Bontja. Ő Én? Bont. Érted? A mészáros lemészárolja, utána elviszi a henteshez, aki szétbontja, és te már csak bemész a gyönyörű karaiért. Jó, lehet, hogy a hallgató megválaszolja. Mert pakolászunk, árut átveszünk, kiadunk. Aha. Na. Szóval így. Csak van éjszakai műszak a henteseknél, meg van a nappal, amikor bent állsz a pult mögött? Így van. Aha. És most egy ideig éjszakás, vagy aztán mész majd nappalra? Így van, így van. Kikövetkeztettem. Na jó van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj. Álmodozik. Megint egy vonatról, ami megy. Igen, igen, egy folyamatosan haladó vonaton ülnek a szerencsések. Igen, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Figyelj, Béci. Oké. Ó, hát ez nem is annyira nehéz, beszéltünk is róla. Lehetne még egyszer? Persze, hogy nem mutatjuk, még ugyanekkor a részletben, figyelj! Mindjárt talán jön egy kis segítség. Na, ki segít? Feleségem. Ja. Ott áll a rádió mellett és hallgatja a szobában vagy a konyhában? Igen. De ő egész mást hallgat, ahogy hallom. Hát... Mit mondod? Semmi. Semmi? Semmi. Na mutatjuk, amikor mutatunk egy hosszabb részletet, jó? Oké. Hát ez... Nincs meg? How? Egy pillanat. Mit már csináltok? De legalább közvetíts, hogy mit csináltok. Nem baj, hogy segít, csak hogy mi történik. Online hallod benneteket a feleségem, és oda most ért oda. Igen. Ó, a technika. Tehát most ért oda online, most válaszol. És hogy válaszol? Telefonáltok közben? Vagy SMS-t ír? Vagy hogy válaszol? Nem, ő benhallgat, én kijöttem, hogy ne zavarjon. És most meg kell várni, a hangerő. Átjön a hang a szobából, hogy elmondja, hogy... És már megvan. Hát fogalma sincsen, na, de nekem... Pedig akkor majdnem megvolt, a kutyafájár majdnem. Annyit tudok, hogy ez biztos, hogy nem magyar. Igen, ez igaz. Nagyon mutatjuk, jó. Jó? Figyelj, ez lett volna. Hát, egy jó kis Lenny Kravitz. Hát még így se. Így se? Lenny Kravitz. Hát még így se lett volna. Óriási pedig. Óriási. Kérdezzük meg a feleségedet is. Miről? Online, hogy... Igen, hogy így szól, mit szól ez? Így ismerőse neki. Hát, nem, pedig nagy sláger. Igen. Bécikém, hát ez most nem jár. Bécikém. Vagy Józsikám. Ja, Bécikém. Béla. Azt jöttem, hogy mondod a Picikém. Béla, Józsi. Béla, Józsi. Nincsen ajándékcsomag, köszi játékot. Nincs, úgyhogy én köszönöm nektek. Sziasztok. 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 Nem kérdeztem meg, hogy melyik hentes. Mondjuk nem járok henteshez már 14 éve, de... Kicsit mindegy is, igen. 2 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 4:09 lesz pontosan, 2 perc múlva a Bali jégkaparónak jó lesz. Ugye jó, gyerekek, tudom, a hörgős, keményebb rockzenét Janira hagyjuk. Léci, bízzátok a ilyen zenét Janira. Most légy, el csak kell mennem megint. Hozzá. Megint el kell mennem Csontkovácshoz, mert a headbangelistől elmozdult két csigolyá. Igen, mégiscsak ő az, aki ért hozzá. Gyerekek, én nem akartam azzal felvenni a versenyt és hörögni, gondoltam behozunk egy új Lenny dal. Azzal ott mutatott át a hult másik oldal. Azzal a hörgős, röpögős rockzenével. Vége. Abba hagyom. Nem csinálom. Nem bírom ezt a fajta frusztrációt. Nem. Most még tudnék hozni szerda, csütörtök, pénteken, de nem csem tovább. De most, hogy felemelted a soft rock, a radio edit rock, a glam rock zászlaját. Nem, most ez a Lenny Kravitz egyébként nem rossz. Nem rossz. Az egész album nem rossz egyébként. Van egy Strat nevezetű dal, az sem rossz. Rock, de nem rossz, de nem rock. Nem az a típusú rock, de más egy picit, más. Na jó. Igen. A Strat az minek a rövidítése? Nyilván nem a Stratocaster, hiszen sok köze nincsen ezen. Ez egy igazi falevél seprő nóta. Írja valakinek, SMS-ben. Köszönjük szépen. Ezzel még azán tartozik a jó számaitok közé, Altatónak is kevés. Új rovat, Balázs langyos percei, kérdezi valaki Zsolt. Balázs, köszönjük, ma korábban az a Velsz, holnap nem kell jönnöd. Sziasztok, kezdjük szerintem jó Balázsra. Jaj, azért van ilyen is.
hogy várjál, keresem le, anyám, remélem írt egyet. Balázs, tudtam, hogy ezt fogod hozni. Tegnap már agyon hallgattam. Maradj Jani helyett. Írja. Az én drága jó édesanyám. Megkértem, hogy küldjen egy SMS-t. Jó, egyébként azon hallgatóink kedvéért, akik szeretnék tudni, hogy ez mi volt, ez egy Lenny Kravitz dal volt az új albumáról. Sokan nem kérdezték, nem. Hogy hol találjuk meg. Gondolom, van egy csomó olyan hallgató, aki lusta SMS-t írni, vagy vezet, vagy éppen most tette ki a gyereket az iskolát, és nem tudott SMS-t írni, de nagyon szeretné tudni, hogy ez melyik dal. Na, azon hallgatóink kedvéért mondom, hogy ez az új Lenny Kravitz dal. De fura egyébként, hogy ő viszonylag jól gitározik, de miért kíméli a gitárt? Nylon húros, ne kopjon, vagy egyszerűen nem értem. Igen, na mindegy. Nem. Jól van, nézzük a közlekedési híreinket, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy Rákóczi híd Pest hídfőnél útépítés miatt sávlezárás, a budai rakpartról 30 perc alatt értem át a pesti oldalra. Szép napot, Gabi. 82-es úton nyúlom mérik a Győr felé tartókat, ezt Gergő küldte nekünk, aztán az Árpád fejedelem útja elesett a Margit híd felé, Vakon mester. Egy órája jelentettem a fénysorompó hibát, amit az előző SMS-ben írtam, de még most sem történt semmi változás. Annyira kiakasztottátok szegény mávosokat, hogy nincs, aki dolgozzon, de léci mondjátok be, hogy Szany után Pápa irányában nem működik a fénysorompó. Előzzük meg a tragédiát. Jó munkát, Tomi! Bemondtuk. A Hüvösvölgyiről nem lehet rákanyarodni balra a Kelemen Lászlóra, ez most a második kerület. Köszönjük szépen, mérnek a Lehel tér és a Dózsa-György út között a Váci úton, az Árpád híd felé. Csak a máv írja, Dani. Hamarosan nagyon jó lesz a Fehér út éles sarok, most robbant le a villamos a vasúti híd alatt. Aki teheti, kerülje el az éles sarkot, ez John küldte nekünk. Köszönjük szépen. És azért van dugó a Rákóczi híd és környékén, mert a villamosvonal építése miatt a hídon csak egy sáv járható Pest felé, ez Varázsgömb küldte nekünk. Ez olyannyira igaz, hogy 3-4-6-kor ott jövök el, és már akkor dugó van. Tehát akkor mi van ilyen 7-8 körül? A lányományos híd, mondhatni, most egy rövid időre elesett. Hát a rövid időt majd meglátjuk, mire átér a sín, de van, ahol már letették, én láttam. Már a sín? Igen. Ahol már van. Igen. Jönnek azért még a pozitív hozzászólások. Most így az utolsó kettő szerintem. Köszönjük. Én megyek Lenny Kravitz új albumát. Ez volt az eddig legjobb választás, írja Krista. Nagyon jó zene volt. Most megvédesz? Nem, de tényleg ott van. Próbálom visszahozni. Nem kell a hörgés röfögés. Nem mondjál már erről a dolog. Holnap remélem hozzám már valami. Jó, ezen a héten még végignyomom. Valami durvábban. Mit? Egy Mihály Liget. Egy kacor királyfő címmel, vagy mit hozzá? Na, egy pillanatra komolyra fordítva, mert ugye tegnap volt egy témánk, és erre szeretnénk reagálni, mert azt gondolom, hogy súlyos tévedések vannak, illetve megint a bulvár újságírás egyfajta színvonaltalansága látszik szerintem felülkerekedni az észérvek felett. Mindenképpen szeretnénk rá reagálni, mert hát nem az van, amit most a legtöbb bulvár újságíró megír internetes portálokon. Ugye tegnap témánk volt egyrésztről az a szerencsétlen eset, amikor ugye egy gólyatáborban megerőszakoltak egy lányt. Majd ugye ezt a témát egyébként lezárva áteveztünk a gólyatáborokra. Ez a két téma egymás után jött, és arról beszélgettünk, hogy elengednéd a lányodat egy ilyen gólyatáborban, mi történik ott a fiatalokkal, mit mondasz majd te a lányodnak, hogyha esetleg oda akar menni, mennyit isznak, ki vigyáz rájuk, egyáltalán kinek a felelőssége. És tegnap este szembesültem azzal, amit aztán szerintem ti is láttatok nyilván, hogy először talán a Nőklapja Café, majd mindjárt mondom róluk a véleményemet, és a 0.hu átvette ezt a beszélgetést. Sajnos megint úgy, ami egész egyszerűen nem fedi a valóságot. Tehát egy beszélgetésből összeollózni részleteket, kivenni bizonyos mondatokat csak azért, mert ezen oldalak egyébként nem hajtanak másra, mint hogy egy hangzatos címet adjanak annak a megszólásnak, amit mi tegnap elkövettünk. Ezzel egyébként lájkokat, klikkelés számokat vadásszanak, ez egyszerűen nem fedi a valóságot. És ez szerintem egész egyszerűen felháborító. Mert hogy nem úgy, nem abban a formában hangzott el ez a dolog, összeollózva, kiemelve, olyan hangzatos címet adva neki csak azért, hogy a többen klikkeljenek, ez egyszerűen szerintem nem korrekt. Ez a megszólás egyébként azóta is fent van a mi internetes oldalunkon, nem vettük le, nem tüntettük el, teljesen tiszta a lelki ismeretünk, egészen nyugodtan hallgassa vissza az az ember, aki hisz ezen oldalaknak, és hallgassa végig ezt a megszólalást, mert hogy amellett, hogy mi erről az esetről beszéltünk, és tegnap még jóval kevesebb információnk volt, mint mondjuk a mai napon. Hát nagyon sokszor kihangsúlyoztuk egyébként a megszólalás elején, hogy a Fonyodligeti esettel kapcsolatban hivatalos állásfoglalás nincsen még az iskola részéről sem, aznap délelőtre ígérték.
akik rendezték egyébként a gólyatábort, azok részéről sem, és ezért nem tudunk érdemben nyilatkozni az ügy kapcsán. Igen. Ami érdekes egyébként, hogy adás alatt egyetlen olyan SMS sem jött, ami azt mondta volna, hogy mi erről a témáról miért így beszélünk. Egészen délutánig ez senkinek fel sem tűnt se az indexéknek, se a 444-nek, egész egyszerűen senkinek. Majd a Nők lapja Café hangzatos címet adva, hogy mi egyébként a megerőszakolt lányon gúnyolódunk, feltette ezt összeollózva, amit átvett a 0.hu, és úgy abban a szövegkörnyezetben az valóban úgy tűnhet. Fent van a beszélgetés a honlapunkon, tessék meghallgatni. Onnantól kezdve megindult a lavina, és most mindenki úgy próbál minket beállítani, csak azért egyébként a saját oldalának, a saját internetes felületének több klikkelés számot gyűjtsön, hogy mi ezen az esetben humorizáltunk. Ez egész egyszerűen nem történt meg. Ez egész egyszerűen nem így volt. És lehet tényleg visszahallgatni a beszélgetést. Sőt, még el is beszéltünk a gólyatáborról, ott valóban humorizáltunk, de nem ezen az esetem. Arról beszélgettünk, hogy mi történik ilyen gólyatáborokban, hogy én is voltam Sikondán, ott már valóban humorizáltunk, de hogy a megerőszakolt lányon mi egyetlen egyszer nem humorizáltunk, ez egész egyszerűen nem így volt. És tényleg ott van a megszólalás. Meg kell hallgatni a beszélgetést, valóban, amikor erről beszéltünk, ez teljesen komoly rész volt, sőt, még az a mondat is elhangzott, hogy abszolút nem vicces az eset végkifejlete. Utána történt meg a válás, teljesen jó, vagy a váltás teljesen jó. De csak hallgatni a megszólalást bárkinek egyébként, akinek kétségé van a ezzel a dologgal kapcsolatban, konkrétan elhangzik. Igen. Tehát, hogy aki egyébként meg azt gondolja rólunk, hogy mi ezt viccesnek találjuk, hogy bármilyen szinten is elfogadjuk, hogy férfi egy kiszolgáltatott nőt megerőszakol, hát az nem tudom, mit hallgatott eddig. Én azért csalódás, mert a Nőklapja Káfétől az ember nem vár más, nagyjából ilyen szellemi színvonalú újságírókat, vagy magukat újságírónak hívó emberek dolgoznak, a tisztelet a nagyon kevés kivételnek, aki a Nőklapja Káfénél dolgozik, mert van egy nagyon minimális kivétel, de hogy összeollózni, manipulálni, klikkelés miatt ezt így a dolgot összemosni, ez pedig egy 0.hu-tól szerintem meglehetősen etikátlan egyébként. Aztán, hogy ezt a többiek átveszik és elindítanak egy hőzöngés folyamatot, ezt megértem, van, aki olyan újságíró, hogy konkrétan ebből él, hogy minél többen klikkeljenek az oldalára, hogy ott aztán lehessen a kommentekben hőzöngeni. Ő a vérszagra gyűlik, ő ezért szereti ezt a dolgot, ezért csinálja vele, mi nem is nagyon foglalkozunk. Azt tartom furcsának egyébként ezekben az esetekben, hogy például amikor ez a műsor, vagy bármelyik más típusú hasonló műsor, nem csak rádióműsor, tévéműsor, csinál valami jót, arról érdekes mondani egyáltalán nem írnak, mert hogy ez nem hoz egyébként klikkelés számot, semmit. Amikor összegyűjtünk 10-15 millió forintot, egy hang nem esik. Sehol, se az Indexen, se a 444-en, se az NLC-en, se a 0.hu-n. Amikor lehet fröccsögni, amikor lehet összeolózni, amikor lehet ilyen dolgokat vadászni, hogy többen klikkeljenek arra az oldalra, akkor megindul a fröccsögés. Nem? Hogy azért ez szerintem nagyon szomorú. És tegnap, mindjárt olvasok egy-két SMS-t, amik ezekben a pillanatokban jönnek egyébként, hogy nem jöttek ilyen SMS-ek. Tehát nem. Ez tényleg nem így volt. Nem, hogy ez megint nagyon szomorú szerintem. Tehát igen. A Facebook oldalra se írt senki, úgyhogy tegnap ez még nem volt komoly. Az a baj egyébként, hogy ennek a hangulatkeltésnek sokszor az a következménye, hogy már olyan kommentek jönnek, olyan hangvételő kommentek, olyan hangvételő hozzászólások ezeknek a cikkeknek a kapcsán, olyan szélsőséges megnyilvánulások az irányunkba, amik előtt az ember döbbenten áll. Döbbenten olvasod azt, hogy valaki azt kívánja, hogy mondjuk a mi családtagjainkkal történjen meg ez az eset, hogy fel tudjuk úgymond mérni, amit nem tudunk felmérni, ami nyilvánvalóan még az, hogy milyen súlya van egy ilyen esetnek, vagy valaki azt mondja, hogy majd a rádió erőt megvárja a te feleségedet, igen, és akkor majd ő terbejti, vagy valaki odáig megy, hogy azt gondolja, azt állítja, azt írja le, hogy ezután minden ilyen eset kapcsán a mi bűnünk lesz az, hogyha az megtörténik, Jézusom, mert hogy mi erről beszéltek, hogy ez mi? Ez is nagyon szomorú, és az is ráadásul, hogy ezek olyan indulatokat gerjesztenek, hogy azon emberek, akik ezt alá kommentelik, bár én továbbra sem olvasom el ezeket, nem is hallgatják meg a megszólalást, tehát tényleg nyugodtan, tehát hogy már úgy kommentelnek és úgy kevernek meg, kavarnak indulatokat, hogy egyébként maga a megszólás az már kicsit el is felejtődik és nincs meghallgatva. Olvastam olyan hozzászólásokat is, egyébként kettőt bírtam elolvasni, és azt mondtam, hogy hülye vagyok, egyáltalán ezt a kettőt elolvastam, mert nem szoktam, akik elmondták, hogy hülyeség az, ami a cikkben van, mert hogy nem ez hangzott el. Csak egy-két hozzászólás tényleg SMS-ben. Érthetetlen az index.hu-n a rólatok írt cikk a tegnapi erőszakkal kapcsolatban, ha még nem olvastátok, tegyétek meg, én hallottam az adást, szó nem volt ilyenről. Balázsik a megerőszakot lányom poénkodtak startlap.hu vezető hírek között van, szerintem tegyétek helyre gyerekek, én tegnap hallgattalak benneteket, ilyenről szó sem volt, megint olyan mondatok ragadtak ki, amik a teljes szövegkörnyezetben máshogy hangzik. Azért vicces, hogy Nyikhaj hírszerkesztők mindig rajtatok keresztül akarnak feltűnni. Írja nekünk egy szintén hallgatónk. Olvasom a Fészen a hírfigyelőt, megosztott az Üzifalon, ez az ország nem normális. Jól kicsavarták a műsort, én hallgattalak benneteket tegnap, nem is a megerőszakot lányon nevetetek, általában a gólyatáborokon. Meg nem is volt olyan nagy a kacaj. Gusztustalan emberek vannak, írja nekünk. Igen, és ehhez hasonló SMS-ek jönnek.
Igen, ezt mindenféleképpen szerettük volna helyre tenni, nem azért, mert hogy mentegetőznünk kell, nem is akarunk. Azt gondolom, mindannyian követtünk már el hibát, és akkor tudtunk is elnézést kérni. Most szerintem nincs miért. Érdemes mindig a dolgok mögé nézni, és azt látni, hogy bizonyos szalagcímek és összeollozott manipulációk mögött egyébként mi a valódi szándék. Mi a valódi szándék? Az, hogy oda menjenek, és azt elolvassák. És az, hogy sokan klikkeljenek. Igen, csak közben rajtunk csattan az ostor, és adott esetben egyébként vannak emberek, köztük egyébként nem csak rossz indulatúak, hanem jó hiszeműek is, akik mondjuk így fél információk alapján, vagy mert készpénznek veszik ezeknek a sajtóorgánumoknak a cikkeit, úgy ítélkeznek felettünk, hogy azt szerintünk nem érdemeljük meg. Igen. Balázs, ezek nem újságírók, hanem újságba írók. Egyébként ez egy nagyon szép hasonlat, igen. Titeket rendszeresen hallgatni, az, aki titeket rendszeresen hallgat, nagyon jól tudja, mikor poénkodtok és mikor vagytok komolyak. Ez az ország és ez a média. Ezt Móni küldte nekünk. Mit vártok egy olyan országban, írja nekünk 36-ra végződő SMS írónk, ahol az emberek az inger küszöbét már csak az élő adásban elkövetett szörnyűségek érik el. A jó hír nem hír, sajnos, írja valaki. Ennél szerintem sokkal súlyosabb a dolog, és én ezt mindig elmondom ilyenkor, hogy nagyon durva az, hogy egyébként maga ez, és ez most nem csak az ügyünkkel kapcsolatban, hanem ez a fajta kommentelés, ennek elképesztő, hogy micsoda gőzkiengedő szerepe lett. Tehát ha megnézitek ezen, cikkek sokszor, de ugyanakkor hozzászólások hangvételét, az már egész egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy olyan szinten mélyen vagyunk morális állapotokra tekintve is, hogy egyszerűen egy-egy ilyen cikknek, ami akár születik rólunk, de nem csak rólunk, bárki másról is negatív hangvétele van, a kommenteknek már egyfajta gőzkiengedő szerepe lett, ami a belegondoltok szörnyű. Hogy egy-egy akár rádióműsornak, egy-egy tévéműsornak, ahol egyébként három ember beszél, vagy egy ember énekel. Ott már arról szól, hogy kit hogy lehet a földbe döngölni, mert már nem tudják máshol kiadni, és ez lett az embereknek a gőzkiengedő szerepe. Na, és ebben ez a legdurvább. Mert ez egy nagyon egyszerű. Ez az egyszerű, illetve a saját életedben, a saját frusztráltságban már annyi van, és olyan mélyen vagy, hogy nem tudod hol kiengedni, és ezeken az embereken keresztül közszereplők, műsorvezetők, énekesek egy műsorban élet ki a te hihetetlen lelki állapotaidat. Érted? Szóval, hogy megdöbbentő. Megdöbbentő az a fajta morális állapot egyébként, amiben vagyunk. Ez nem ijesztő. Na mindegy, kár is erre fecsérelni a szót. A megszólás fent van a honlapunkon. Aki egy kicsit tisztább fejjel ezt meghallgatja, tegye meg, arra kérünk mindenkicsit. Azt az újságírót is, aki egyébként még ma vagy holnap akar erről cikket írni, hogy írjon, nincs ezzel baj. Csak hallgassa meg előtte a megszólalást, és hallja a különbséget. A dolog között, hogy mikor történik az, hogy valaki valójában poénkodik valamin, és mikor történik az, hogy beszélünk egy ügyről, de közben egyébként tovább visszük magát a témát, és beszélünk másról. Igen. A kettő szerintem nem ugyanaz. Sajnos ezek az újságíróknak igazából ez egy sztori, ma ő ezt leadta, holnap megjelenik, holnap után pedig valami egészen mással kezd el majd foglalkozni, mi meg visszük magunkkal ezt a terhet, amit ő pakolt ránk. Igen, igen, de azt hiszem, hogy mindent elmondtunk. Jól van, hármasugrásra lehet jelentkezni, jó? Három perc múlva pontosan 8:30, 0676-145-00-00 ez az SMS számunk. Gyorsan van egy közlekedési hírünk, ami fontos. Debrecenben a 33-as főút bevezetőjén egy férfi sétál a forgalommal szemben a szélső sávban. Mindenki figyeljen rá, hogy nehogy baj legyen. Jó, ez ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen. Tekert fel a hangerőt, mert ez viszont... Ezt nem én hoztam, ártatlan vagyok. Nem van adásban. 8:30, jövünk mindjárt a hírek előtt. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, a második kerületet, aki tudja, kerülje. Út felújítás van, és elég nagy a dugó. M7-es 30-es kilométernél Budapest felé van egy trafink, ezt Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen, a Szélkámán téren sárgák a lámpák, Isten irgalmazzon mindenki. De szép, esemes. Ezt Dráva küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e még valami, ami fontos. Most mához esemesek nincsenek, de hát volt elég. Debrecen 33-as főút bevezető, még mindig ott van az ember, forgalommal szemben a szélső sávban. Senki nem tudja, mit csinál, hova megy, merre megy. Csak megy. Viszont könnyen el lehet ütni. Úgyhogy vigyázzatok. És a gyorsforgalmin befelé elrobbant egy autó, alakul a dugó. Ezt G ügynök köszönte nekünk. Köszönjük szépen. Vagy írta nekünk, köszönjük szépen. Na mi van, átnéztétek a telefonotokat? Mindenki? És törölt, amit kellett, leszett a felhőről, riadtan a szivárogtatás után, mindenki megsemmisített mindent?
amikor a kukac csapkod az íróasztalon? Mindent. Ezért ez nagyon kemény, nem? Hogy gyerekek, hát mint egy bevásárló központ, bementek, telerakták a képeket, a kosarat képekkel, és kisétáltak vele, és fölrakták a netre. Az hiszem, mindenki elgondolkozott egy kicsit, hogy mi van a telefonján, nem? Igen, hogy mi az, ami ha esetleg felkerül a netre, akkor később komoly bonyodalmakat okozhatna, vagy esetleg plusz népszerűséget, mert azért ez is benne van. Hát, kérdés, hogy plusz népszerűség igen, vagy nem, vagy hogy én az egészet nem értem egyébként. Hát ott hogy... nem érted, hogy miért fotózgatod magad, és ezt teszed föl ebbe a felhőbe, vagy mi a francba, nem? Igen. Tehát ha már csinálnék ilyen fotókat magamról, mint ahogy nem, akkor azt mondjuk maximum egy ilyen külső Winchesteren tárolnám valahol. Hát, de... Nem? Hát az is eltűnhet, hogy azt persze. Is ellátja. Hát jó, de ahhoz be kell törni hozzánk. Meg elviekben ez... Az egy más dolog. Érted, itt ült egy csávó, egy számítógép előtt, tik, felhőbe bemegyek, nézzük a ízi hírességeket, szedjük le a fotóikat. Azért ez más. Egyszerűbb ebből a szempontból tényleg egy külső Winchester, amire lemented ezeket a dolgokat, de hát nyilván az első kérdésedre válaszolva, hát meg akartak menteni, gondolom, emlékeket a fiatalságból, hogy később, amikor majd nézegetik a mappákat, tudod, hogy aranylakodalom, első áldozás, amikor még bohém voltam. Ezt megnyitom, megnézem, milyen volt az. Igen, én több minden nem értek egyébként. Azt sem, hogy találják meg az illető felhőjét. Ugye, ha valaki gyorsan mondjuk, hogy nem tudná, hogy miről van szó, akkor ugye néhány hollywoodi hírességnek, elsősorban csajoknak föltörték az iCloud ját, hogy egy kérdés, hogy hol tartották ezeket a képeket, és ezekből a felhő alapú tárhelyekből, ahova az ember elmenti ugye a saját fotóit, tulajdonképpen feltölti egy ilyen virtuális adatbázisba, leszették ezeket a képeket, és egy hacker több mint 20-30 híresség, több mint 100 képét albumszerűen kiszórta a telefonokról. Egyelőre ennyit, hát most vannak hírek, hogy elkapták, nem kapták el, Mexikóban kapták el, nyomoz az FBI, de hogy én azt nem értem, hogy ezek a lányok egyébként nyilván nem számolnak azzal, hogy ezeket a felhőket valaki feltöri. De az nem jut eszedbe, amikor te világsztár vagy, hogy azért a telefonodat berúgva sokkal könnyebben hagyod el egy taxiban, mint hogy egyébként valaki ezt a felhőt feltörje. Saját élmény? Talán egy prágai taxiba hagyta be. Nem csattant akkor át, bárki is találta meg, imádkoztam, hogy nem magyar találja meg. De hogy attól nem fél, tehát attól én sem félek, hogy valaki ezt feltöri. Aha. De attól igen, hogy ezt a telefont te 3000 fotóval elhagyod mondjuk berúgva valahol, vagy lerakod egy bevásárlóközpontba, vagy ellopják a táskádat. Tehát hogy lehet egy Jennifer Lawrence-nek egyébként, aki most már tényleg világsztár, nem tudom, 50 vagy 40 darab képe fönt a felhőben. És vagy a telefonján. Jó része meglehetősen merész. Hát ha meglehetősen merész, finoman fogalmazol. Egész egyszerűen igen. De nála még merészebbek voltak, vannak nagyon hallottam. Vannak nagyon merész képek is, igen. A merész már talán nem is jó szó. Tessék, a merész az szerintem nem eléggé kifejező. Nektek mi van, tessék, kellett valakinek törölni a hír kapcsán? Átnéztétek? Senki soha nem küldött egyetlen egyet, semmit? Hát mind gyönyörűen lesütött csülkök vannak az enyémben. Érted? Szép képek, ilyen mindenféle ételekről. Uh-huh. Egy-kettő a gyerekről, de ők sem esztelenek. Én a csülök velem. Igen, mi és a csülök és én. Semmi értem. És mesztelen fotó, te tartasz magadról mesztelen fotót? Már nem. Aha, igen, ez a jó kifejezés, amikor az ember még fiatal, meg éretlen személyiség, azért sok olyan képet, illetve videófelvételt csinál, nyilván vannak olyanok, akik nem, de én bevallom férfesen, én csináltam ilyeneket, de hát ezeknek jó része egyrészt mini DV-m, a másrészt pedig papírkép formájában kinyomtatva. De csinálsz, átküldöd, megnézíted, de utána törlöd, bár én azt is olvastam, hogy hiába törlöd a telefonodon, ha nem törölsz valamit egészen pontosan fönt az iCloud-on, vagy valahogy nem törölsz egyszerre kettőt, akkor az a cloud-on nem törlődik. Uh-huh. Tehát abban a hitben vagy. Bizony. Igen. Na, mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, mert azért itt sok a homály, hogy mégis hogy jutnak el, vagy egy átlagos hétköznapi ember, mert hogy azért ilyen videó, ilyen típusú fotók azért sok magyar ember telefonján is van egyébként, tehát azért szerintem sokan vannak, akik őriznek hasonló kis nyalánkságokat a saját telefonjukon. Hát volt vagy ilyen, küldik, amikor ugye vagy kapják. Szegény Hajdó Péteréknek a telefonját is eltulajdonította valaki, vagy, és onnan is lekerültek, vagy hát felkerültek képek. Igen, vagy borzalmas volt. Már hát nem volt az egyáltalán. Nem akarta, maga az eset volt, hát képekért. Hálás, köszönöm. Igen. Itt van velünk Faltányi Csaba, aki etikus hacker. Hello Csaba, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Csaba, a legfontosabb, hogy találják meg ezen emberek felhőjét, hogy az névvel, születési évvel van elmentve a felhőbe, ő beírja magának a programba Jennifer Lawrence, és kidobja az ő felhőjét, hogy jutnak el hozzá? Nem ennyire egyszerű ez a történet, bár nem is annyira bonyolult, mint amennyire az emberek gondolják. Ugye minden jel arra utal, ahogy te is mondtad, hogy ezt az iCloud-hoz tartozó felhőszolgáltatást
tudták föltörni. Na most ugye egy nappal korábban a képek kiszivárogtatása előtt kiderült, hogy volt egy elég komoly biztonsági hiba az Apple rendszerébe, ugyanis ez a szolgáltatáshoz tartozik egy Find My iPhone nevezetű szolgáltatás, ami ugye akkor nyújt nagy segítséget, hogyha elhagyod, elromlik a készüléket, vagy távolról le tudod tiltani. Na most, hogyha ezen a felületen próbáltál belépni a felhő szolgáltatásba, akkor egyszerűen nem tiltotta le a fiókokat korlátlan próbálkozás után sem, ezt brute force technológiának hívják, tehát egy programozott script gyakorlatilag korlátlan számban tudta próbálgatni a jelszavakat. Ugye bármilyen primitív web alkalmazás egy ilyen öt próbálkozás után mondjuk kitilt egy fél órára. Ez egy automata szerkezet akkor, ami generálja a jelszavakat, mert ezek a skripteket én nem értem, de körülbelül pontosan, ez lehet. Pontosan úgy működik, mint amikor a volt kedvesednek a fiókját próbálod feltörni, elkezdett kitalálgatni kutyaneve születését, nem csak többi, stb. Csak hát ez nyilván programozottan, és hát ilyen formában intelligens, tehát a leggyakoribb jelszó kombinációk, nyilván itt több tízezres nagyságrendbe kell gondolkozni. Ezek benne vannak, és ezeken megy végig gyakorlatilag a program. És az egyik ilyen felületen, ezen a Find My iPhone felületen, ez nem volt letiltva, tehát korlátlan számban lehetett próbálkozni. Ehhez ugye elég volt egyetlen egy hírességnek az iCloud, ugye az e-mail címét tudnia kellett egy hírességnek ahhoz, hogy meg lehessen támadni, de ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye nem csak a fényképeket és a dokumentumokat tárolja, hanem a kontaktokat is. Tehát az a feltételezés, hogy dominó effektus volt, tehát hogyha egy hírességnek feltörték a fiókját, akkor ugye azt gyanítjuk, hogy ez valamilyen formában egy kötösség. Tehát, hogyha a kontaktjaiban benne van bárki, akivel iMessage-en beszélt, akkor annak már az iCloud e-mail címe benne van, mert ugye iMessage-en ezen keresztül kapcsolja össze a fiókokat. Tehát gyakorlatilag egy sztárnak feltörték a fiókját, és akkor azon keresztül össze még több sztárhoz jutottak el, gyakorlatilag egy ilyen piramis rendszerben. Pontosan. Tehát ugye az iCloud e-mail címek kiderülnek a kontaktokból, és innentől kezdve pedig azokat is brute force-ek, ezzel a brute force-kittel meg lehetett támadni. És az igaz, hogy az ember valamit törl a telefonján, az nem biztos, hogy a felhőből is törlődik? Ez egyáltalán nem biztos. Tehát erre nincsenek ilyen jellegű információk. Nyilván bízunk benne, hogy ezt utána valamilyen formában titkosítják a szerveren. Aha. Jó, tudok én kapaszkodni azért erre a felhőre, hogy megnézem, hogy ott is töröltek. mert Balázsnak is van egy nagy luskocs rózsaszín felhő. És hát ugye két nappal a támadás előtt került ki, van egy ilyen nagyon egy ilyen fejlesztőknek, tehát közösségi portál, ahol ilyen kódrészleteket osztanak meg egymással. Egy ilyen iBrute nevezetű script, ami kifejezetten ezt a szolgáltatását támadja az Apple-nek, tehát valószínűleg, hogy erre több száz ilyen hozzám hasonló pattanásos, kockásinges IT is ráugrott, és akkor ezt így elkezdték. Mintha magamat hallanám. Ezek az én szavaim. Rendszeres hallgatónk vagy, ugye? Ezeket én szoktam mondani el kerek régen. Figyelj, mondj már valamit az Androidról is. Hát most nem hiszem, hogy őket nem lehet megtámadni. Most mindenki itt az iCloud-ot bántja. Hát Android is gondolom ugyanilyen sebezhető, nem? Ez pontosan, tehát ez már minden modern rendszerben. Elég, nem is. Ez a felhő, az Android is folyamatosan szinkronizálja, tehát minden ilyen telefon. Ugye ennek ne felejtsük el, hogy van egy nagyon jó kényelmi funkciója, tehát eltörik, beázik, abban a pillanatban belép az új iCloud fiókodba, és 2 perc múlva az összes applikációd, az összes kontaktod, minden visszaszinkronizálódik. Sajnos egy ilyen banális hibát vétett az Apple, tehát ez tényleg faék egyszerűségű, szóval nem 15 éve minden beves rendszer erre fel van készítve. Egyszerűen itt maradt egy lésapajzsa. Igen, mit ajánlasz, nem? Mit tanácsolsz azoknak, akik fénykép vagy videóformájában szeretnék megörökíteni az utókor számára fantasztikus testüket, illetve hát nagyon, pazar nemi életüket? Ugye legutoljára akkor beszéltünk, bár az egy kicsit nyersebb téma volt, ugye, vagy szárazabb, bocsánat, az Alkotmánybíróság honlapja. Mi azt is élveztem. Tehát ugye a jelszó az minimum 10 karakter hosszúságú legyen, kisbetű, nagybetű szám, és nem szabad megijedni a speciális karakterektől sem, tehát százalékjel vesztőpont nyugodtan lehet benne, nem megy tőle tönkre se az iCloud, se a közösségi portálok, tehát ezzel semmi probléma nincsen. Érdemes egyébként a nagyobb rendszereknél, nem tudom, hogy hallottatok-e már a két lépcsős azonosításról. Hogy? Beütöm a jelszót és utána bemutatkozom? Vagy ez mit csinál? Nem, tehát beírod a felhasználó neved jelszavadat, ez most már egyébként a Gmailnél is és egyébként a Facebooknál is működik, tehát
beütöd a felhasználó név jelszavadat, és az okostelefonodra elküld egy 6-jegyű PIN kódot, ami 30 másodpercenként változik. Tehát mind a három információt be kell írni. Aha. Tehát ott, hogy feltörjék a fiókodat, tudniuk kell az e-mail címedet, a jelszavadat, és egyébként a fizikálisan a telefonodnak a birtokolniuk kell a telefont. Igen. Tehát ezekkel én azt gondolom, hogy már azért kiküszöbölhető. Tehát ne ezt a Bali 77, meg ilyen jellegű. Na most megkértelek, hogy ne mondd el az összes jelszavamat, tényleg. És az a betűt meg az i betűt kicseréles számokra se olyan biztonságos, mert az a második kombináció. Na, most megint változtathatja meg, induljon a falra. Igen. Az én jelszavam Charlie a majom, ezt keresétek mindenhol. Jó, tehát akkor jó jelszót kell találni tulajdonképpen, ez a lényeg. Elkapták már ezt a hackert, nem tudod? Mert én azt olvasom, hogy Mexikóban elkapták ma reggel, azt olvasom, hogy az FBI még mindig nyomoz. Ezzel kapcsolatban nekem nincsen információm. Aha. Nincs információ. Ha összezártatok, mi? Tehát falasztok egymásnak. Nem, az etikus szót mindig lefelejtitek az elejétől, pedig nem mindegy. Nem csak azért kérdezi Jani nagyon, mert hogy további videókat és fotókat ígért, és nem szeretnénk, ha azok még kárba mennének. Ha elmaradnak, nagyon sok videó van ott, ahonnan egy most véget ért a mézes madzag fedőnevű gyakorlat, most jöjjön elő a farmával. Igen. Meg hát ő ugye azt is mondta, hogy nagyobb pénzösszege fejében további képeket. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, tehát ugye azért függetlenül attól, hogy etikus hacker vagy sem, ugye azért ilyenkor mondjuk egy Apple elég zsíros csekket szokott felajánlani, tehát nekem ez nagyon furcsa, hogy nem őket kereste meg először, mert azért ilyenkor szokott fogni a szerúza, tehát érdekes. Tehát oda megyek az Apple-hez és azt mondom, hogy feltörtem az iCloud-ot, van de X nem, fotó. Ez nem is titkos, tehát ugye az összes közösségi portálnak, a Google-nek is van ilyen fejlesztőknek szánt programja, ahol, hogyha biztonsági hibát vagy bármilyen rendellenes működést találsz, akkor ezt a hiba súlyosságának megfelelően díjazták. Tehát ez nem egy ilyen fű alapi dolog, erről mindent szakember túl. Neked. Persze. Befoltolták, és utána publikálják, hogy volt egy ilyen biztonsági rés, ez természetesen javításra került. De egyébként egy ilyen hacker, ha nem kér pénzt az Apple-től, akkor miért csinálja? Tehát arcot nem nagyon kap, egy hacker lesz valahonnan, a sztárok valószínűleg nem fizetnek neki, mert nem engednek a zsarolásnak, ott már bekapcsolódik a rendőrség, könnyen lenyomozható lesz. Tehát mi a cél? A hírnév? Vagy nem értem. Hát adott esetben lehet a hírnév, de hát ez már lehet, hogy inkább valamilyen kisebbségi komplexus, nem? Vagy valamilyen elnyomó. Ja, hogy itt kell keresni a dolgot. Én nem, igen. Kicsi pattanásos, büdös és... Abszolút, igen. Na jól van, hasznos volt, amit mondtál, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Örülök. Köszönjük. Faltányi Csaba, etikus hacker. Köszi. Etikus, hello. Nagyon etikus. Köszi, ciao, hello. Az fontos, hogy etikus hacker, igen. Mondjuk ezek között a képek között úgy hallottam, volt olyan is azért, amiért szerintem... Az összes le van mentve már neked. Szerintem fizettek volna. Tehát, hogy a külön megkeresi, úgy, hogy nem viszi a sajtónyilvánosság elé a sztárt, és pénzt kér ezeket a képekért, megkapta volna. Igen, csak biztos vagyok benne, mert van köztük nagyon-nagyon súlyos. Van nagyon súlyos. Van, ami már megmagyarázhatatlan. De nem értem, hogy rosszul fölöltözve, a felsőt felét lehúzva, egy ilyen félbimbót mutatva, miért csinálsz egy fotót magadról egy radiátor előtt? Hogy, tehát érted? Tehát ha csinálsz ilyet, akkor vagy jó videó, vagy erotikus kép, amit elküldesz a barátodnak. Én ezt értem. De vannak szörnyű képek is. Tehát amikor egy ilyen félcsőves radiátorra rádörve, ott látod zokniba, szandába, állva, úgy, hogy se nem erotikus, se nem szép, se nem jó, hogy azt miért... Figyelj, én ezt tökéletesen értem. Ez olyan, mint hogyha én Hugo Bossba fotóznám magamat. Tehát, hogy mindenki az ellenkezőjét szeretné megélni a magánéletében, amit egyébként... Mert őnek ott van a csillogás, ott van a vörös szőnyeg, ott van a menőzés. Na most otthon ők mit akarnak? A lepattantságot, a zokniba, a szandában, az radiátorra rátámaszk. Így van. És a bálás robontása oda menni már hajnal 5 órára, miközben 7-kor nyit a bolt. Ja, értem. Na jó. Azért töröljünk, nem? A felhőcskédet nézzük. Hát akkor. Fölkapaszkodom arra a felhőre. 4 perc, pontosan 9 óra 3-as ugrás, játszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Mosolygósat mindenkinek. Na, ez igen. Hello Attila, jó reggelt. Ja. Hol vagy éppen? Éppen autópálya építésen vagyok, és kamionsofőr vagyok, hordjuk a nyomvonalra a homokot. Hol? Melyik autópálya? A M4-es autópálya, az Abony-Szolnok elkerülő szakasz építi. Ó, de jó. Az nagyon, nagyon klassz. Jól van, van segítséged, vagy egyedül játszol? Van, igen, kedves barátom, a Sándor, ő segít neked, megállt mögöttem épp az autóval, és megpróbálunk kettenednek neki rugaszkodni.
És áll az építkezés most picit, hogy játszotok? Nem áll az érme, egy halad. Halad, csak ketten. Az autóban álltunk meg az úton, tudod, hogy biztonság kedvéért. Nagyon, nagyon helyes. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Mehet szerintem. A harmadik az szerintem egy kicsit neccesebb. De hogyha figyelgetitek a híreket, meg egy picit otthon vagytok itt mitológiába, akkor szerintem menni fog. Illetve atomfizikában. Igen, és alkalmazott matematikában, igen. Így szól az első kérdés dedikált gyakbalkasztóért. Milyen van a Pegasusnak, amilyen nincs az unikornisnak? Milyen van a Pegasusnak, ami nincs az unikornisnak? Hát két mitológiai lényről van szó. Farka. Nem, mind a kettő ló, vagy ahhoz hasonló, de a Pegasus az szárnyas ló, az unikornis pedig egyszarvú ló. Mind a kettő ló. Tehát a Pegasusnak van szárnya, az unikornisnak viszont nincs. Szárnya. Pont ezt akartam mondani, csak közbeszóltatok. Igen. Ne legyél már szóvivő. Úgy akartad mondani, hogy farka, az van, mindegy szárny. Itt van, csak... Igen, mert a Sanyi megzavar. A Sanyi különben közbeszólt, és ezért már nem tudom, egy kávét nem fizetek ezért neki. Helyes, ezt a Sanyin kell ezt számon kérni. Rövid volt, sajnos nincs ajándékcsomag, Attila. Hát pedig az a nyakbakasztó nagyon jó lett volna. Hát, nem volt, szerintem nem volt nehéz, azért ezt el lehetett volna vinni, akkor meg lett volna. Hát, megpróbálkozom akkor legközelebb. Köszi a játékot, ciao. Oké, nektek is további szép napot, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez szimpi volt, nem? Nagyon, helyes. Tök jó, hogy ilyen pozitíven benne beszél. Csak nem kapott semmit szegényként, de hát ez leginkább rajta múlt. Egy perc múlva 9 óra, Kassatibivel jövünk a hírek után. 4:10 lesz pontosan, egy perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel, Budakeszi úton minden tiszta. Csak életem tiszta sár egy udvarias sofőr miatt, ezt István küldte nekünk. Vértes Boglár után Budapest felé kamion keresztben áll, mindkét irányban lezárva az út. 47-es főútól Berettyóújfalu Debrecen között a 27-es kilométernél van egy trafink, ezt Szeba küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 68-as út 65-ös kilométerénél állatszállító kamion árokba zuhant 5 perce. Teljes útzár várható, mert kilóg az útra, és a kanyarban van, ezt pedig Feri küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, elmondtam az összeset. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk az Atibi. Ha bazi nagy csambuzinban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Wow! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Hey! Tibi! Tibi! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Ba-ba-ba-ba. Hello TV! Jaj, nagyon szerettem ezt az informatív beszélgetést, amikor egy kicsit rendbe raktátok a dolgokat, hogy mi újság van a vasúton. Nagyon jó volt. Az úr, akivel beszéltetek, ez a MÁV és a sajtószabadság rájkönenje, a sajtótájékoztatások jégembere. Bot Ferenc sajtóügyeletes, érdekes beszélgetés volt. Tűnemény volt. Komolyan, főleg igen. Azt tetszett, amikor mondta, hogy a búz, ami nincs elveretve, az még nem lesz learatva, mert ki mint vett úgy arat, ki korán kell aranyat le. Ugye, azt gondolom, meg is igen. Volt, nem? Mikor lesz kész a... valamelyik vonalat kérdeztük, igen. Az kizárt dolog, azt nem tudom. Tehát ez, figyelj, imádtam a beszélgetésnek a fonalát végig. És nem egy könnyű élethelyzet, amiben ő van. Semmiképpen. Ettől független azt gondolom, hogy egy szóvivő, amikor elkezd ilyen ki mit vett, úgy arat, az kizárt dolog, mert nem is kaptam lovat annak, hogy lehetne ne nézni a fogát, tehát hogy ilyen teljesen fura ilyen kávézói beszélgetésbe csapott. Tehát szerintem egész egyszerűen egyébként nem engedhet meg magának ilyen hangnemet egy szóvivőn. Ezt gondolom, bármennyire is nehéz az élet. Tehát, hogyha mondjuk te betelefonálsz a telefonos ügyfélszolgálatra, hogy neked van egy kérdésed, és gondold el, hogy Aranka egyszer csak elkezdeni, hogy de már most tényleg már, nem hiszem már most már, nem ilyet hallasz? Nem volt jó napja. Én ezt annak tudom, mert megpróbáltunk empatikusan hozzáállni. Kicsit olyan fura volt, ígyunk egy fröccsöt. Aztán, a végére elmentek lengőtekézni, vagy nem tudom. Tehát, döntsük ezt kanderban. Jó, de nem maradható az árpa, ha a vízben áll a lábam. Ez egy nehéz nap volt neki. Nehéz nap, de múltkor ott ültem egy ilyen telefonos kislány mellett, akit konkrétan ilyen gyúrós fazon majdnem átvett a izén a palánkon, hogy de kicsikém, az itt 500 forint útszámlázást van, gyere ide, lejátsszuk.
és ott ül a kislány, nem kedves uram, ez úgy van, és egy napi 8 órában hallgatja, és elbírja, akkor egy szóvivő, egy sajtószóvivő bírja el a nyomást, vagy ne legyen sajtóügyeletes, az nem tudom, mit jelent egészen pontosan. Egyébként sajtóügyeletes, az mi, hogyha nincs, aki nyilatkozon, akkor ő? A tájékoztatás kell, hogy adjon ilyenkor a reggeli helyzetről. De a másik meg, hogy meg is villantott az, hogy egyébként ő benne több van, mert mondta neki, van egy olyan szám, amit még nem hívott föl. Az nem esetlen nektek? Volt egyszer olyan pont, amikor mondta, hogy neki nem csak az a szám van meg, neki van egy másik száma is hozzátok, de azt nem hívta. Jó. Nem hallottad, amikor a leveles incidens kapcsán mondta, hogy ott majdnem hívta azt a számot, amit nem hívott. Volt valami, van valami szám. Van egy olyan szám, amit majdnem nem hívott. Jó, de ha üres a bendő, a tehén borja nem nő. Ilyen volt. Én csapkodtam akkor, mert imádtam. Viszont a másik, amire még röviden rá akarok, csak egy picit fűzni, ez a felhős dolog, hogy ez is egyébként, hogy mennyire beteg világban élünk, nem? Tehát, hogy én érted? Tehát, hogy mikor csinálnék én magamról mesztelen képeket? Minden nap, nem? Kettőt. A barátnőim meg így jártak. Tehát az megvan, amikor ilyen tömött sorokban indulnak el Mexikó felé lányok, amikor jön egy szalagcím, hogy Kassza Tibinek ellopták a telefonját, és ilyen, tudod, ilyen, anya, most elbúcsúzom tőled egy időre. Igen, mennem kell. Mit történt, kislányom, majd megtudod. Igen, lefejeltem az éjjeli szekrénységet lovaglás közben. De nem, tehát, és megvan videó. Nem, ez nagyon, nagyon kellemetlen, de mielőtt letörölték volna, természetesen letöltöttem mindet, hogy meglegyen medbitank. Tehát, hogy nem, és, de hogy mennyire buta, tehát, hogy legalább ködösítésből egy pali képet felrakott volna, nem? 100 nő. Tehát, hogy biztosan lehessen tudni, hogy férfi lopta. Nem? Tehát, hogy... De van egy-két érthetetlen kép azért. Tehát a radiátornak neki támaszkodós 16 évesen borzos haja, ronda ruhában, félig bepucsítva, tehát hogy az miért? Azt az elküldöd valakinek? Hát ez nem küldöd el senkinek, az szörnyű. Az a baj, hogy annyira tökéletesen eltalálta az ízlésemet, tehát hogy nekem ez a fajta trash vonal egy ilyen szupersztártól, amikor egy ilyen nagyon nyomorult, ilyen kopott kommód mellett így bepucsít, az figyelj, attól nincsen följebb. De egyébként lehet, hogy pont egy ilyen dolog miatt el akartam nektek mondani, hogy valaki valamilyen rizikófaktort láthat bennem egyébként a fellépések vagy a koncertek világában, mert a legutolsó szerződés, amit kaptam egy falunapra, a következő kikötéssel találkoztam. Na. 72 órával a koncert előtt le kell adnom a fellépő ruházatot. Ne. Hogy miben fogok fellépni. Jött a bátyám, mondtam, hogy figyelj, mondtam, hogy először azt gondoltam, hogy mondjuk le. Aztán mondtam, hogy nem, ez annyira jó, hogy ezt behozom. Le kell adni 72 órával előtt, hogy miben leszek. És akkor a bátyám 72 óra, láttam, hogy nagyon sündörög a gabesz egy ilyen 72 órával a fellépés előtt, néztem, mi tiszta. Tehát, hogy mit írhat be, és be volt írva rendesen egy melléklet, hogy indigókék farmer, fehér póló. És beírta a bátyám, egyébként ott megérkeztünk a helyszínre, és mondtam Gabesznek, mondom, rohadj meg, te beírtál egy bőrcsekit most, tudod, 35 fokba, és egy olyan helyen, érted, voltam így levizsgáztatva, hogy mibe leszek, ahol konkrétan egy ilyen kockás halászgatjába túlöltözöttnek számított mindenki. De lehet, hogy nem tudtak beazonosítani. Melyik ez a Kassza Tibi? Ah, mindegy, írd be, hogy fehér, legyen pavaros. Fehérbe, akkor megismerjük. Az jó. A gomlukba. Lehet, és hivatkoztak valamire, vagy megkérdezted? Féltek tőle, hogy megjelenjek, nem tudom, méhész dresszbe, vagy nem tudom, tehát fogalmam nincsen. Tehát állítólag egyszer valaki nem vette komolyan a rendezvényt, most félek, hogy lehet nem komolyan venni a rendezvényt? Tehát mi, hogy koszos volt a gatyaszára, vagy tehát hogy én még nem láttam olyat, de mondom, be volt adva, hogy méhkék, nem tudom, farmer, fehér. Biztos oda ment a Hooligans frakban. Féltek tőle, hogy megjelenek tűzoltó overába. És azt beírtátok, hogy tiszta ruházat? Azt nem kérdezték érdekes módon, hogy frissen mosott-e. Aha. Tehát, hogy azt lehet volna, mondom, és a Gabesz, mondom, beírt, be volt írva egy ilyen szürke bőrcseki. Mondom, Gabesz, miért nincs is? Ha ezt most egyrészt nincsen, tehát meg kell álljunk még az izénél a plázánál, mert olyanom nincs. Kettő, meg 35 fok van, te mondom, beírtál egy bőrcsekit. Tehát, hogy mondom, na mindegy, csak hogy... De elmentél végül? Elmentem végül, abban a ruházatban mentem, és nagyon meg voltak elégedve, úgyhogy mostantól egyébként ezt lehet, hogy ezt be is fogjuk tenni, hogy mégiscsak azért legyen egy valami rendebben ember, legyen beírva, hogy mibe megyek föllépni. Nem? Jó, de zeneszám, nem érdekes. Nem, de hogy mélykék, gatya és fehér. Így van, de legyen külön településenként dresszkódod, jó? Teljesen másba menjél Tápió Györgyére, mint mondjuk Makóra. Jó, de nem a túlcizellált szerződés az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassza Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassza Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassza Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tudom, már sokszor mondtam, hogy megvan,
de most tényleg megvan. Na, hát megvan, miből fog, mi? Megvan a biznisz. Hát, miből élünk meg majd 10 év megvan, múlva? Megvan, nem 10 év múlva, figyelj, ezt bedurrantjuk, ebből nagyon nagy pénzt csinálunk. Na mond, jó? Figyelek. Mert találtam egy olyan pontját a magyar társadalomnak és a világ összes társadalmának, ami egy állandó szorongás. És ezt mi megoldjuk most. Beülsz, elmész mondjuk vendégségbe. Egyébként itt voltam pont, kimentem a mosdóba pont egy morning show megszólalás előtt, és rájöttem, hogy milyen döbbenetesen kellemetlen. Ülsz, és egy ilyen minden mosdóban, minden WC-n egy ilyen indiszkrét csend fogad. És egész egyszerűen ott ülsz, és végeznéd, amíg beültél, és nem mered. Megvan? Voltál vendégségbe, elmész vendégségbe, elmész WC-re? Elmersz menni? Hát... ritkábban. Kamu köhögések, kamu lehúzások. Megengeded a csapot. Csapmegengedés. De meg mindenki tudja, hogy mit csinálsz, hiszen még nem mosatsz kezet, mert nem húztad le a WC-t még. Tökéletesen igaza van. Nehéz pillanat. Érted? Én már most megadom neki egyébként. Figyeljetek, beülsz. A legmagasabb pontnak tök igazad. Beülsz, mit csinálsz? Beülsz, és mit csinálsz? Elkezdesz, ugye amikor a kritikus pontok jönnek, hogy ne nevezzük nevén, tehát kritikus pillanatokban kamu köhögsz. Vagy mit csinálsz? Ilyen kamu lehúzásokkal még lehet ködösíteni, mert ahogy a boiler, vagy ahogy a víztartály tölt vissza. Ott van egy kis hang. Ott még van egy pici forrod, hogy ugye, hogy ezért. De ezt csinálod munkahelyen is? Hát munkahelyen azért nincs átmenő forgalom, vagy nem mindig. Hát azért figyelj, mellettetek ott mennek be a női, hát most azért ott egy ilyen. Még kicsit... az elég rosszul van kialakítva, mert ahhoz, hogy bemenjél a női, át kell menned a férfin. Tehát én ott, én aszmás rohamokat szoktam. Tibi, jól vagy? Tibi. Hát, hogy énekez, dúdolsz. Háromszor áttépték már az ajtót, mert azt hitték, hogy meghaltál, igen. És mit énekel, hogy idegen? Idegen, nem hagyjuk, nem idegen. A Hello Idegen az épp aktuális is. Hello Idegen. Bárhogy akarod, te is akarod. Jó, de hogy van erre egy megoldásom, mert egy technikai fejlesztésre át tudjuk hidalni, és ebből rohadt nagy pénzt csinálunk. Ezt most mondom. Ott van Ferinél, már be van készítve, hogy a lámpa fölkapcsolásával mi fog elindulni, és ez egy standard lesz. Ez egy standard lesz. Jani segített egyébként jó ízléssel kiválasztani, hogy mi fogja mostantól ezeket az intim zajokat elfedni. A világ összes WC-ben, és úgy, hogy mi zsebejükben lét. Szóljon akkor. Fél fölkapcsolod a lámpát, és... Már itt is ezt kell hallgatni. Igen, egy jó kis szodom bármikor jól jöhet. Hogy ebben mi a zene? Hát de ez alatt mehet a... Ez alatt mondjuk mehet, ez kiváló. Csak itt fog eltudni. Csak kiállás ne legyen. Figyel. Hogy tudsz te Agent Orange? Az a baj, hogy egy után mindenki tudni fogja, hogy az Agent Orange kifejezés az arra vonatkozik, hogy éppen... Nem tudok rákapcsolódni, mert én már csak azt mondtam, milyen förrementény ez zaj, milyen szörnyű zene ez. Tehát, hogy pedig... Oda való, ahhoz szól. Oda nagyon jó. Ráadásul, hogyha valaki nem bírja az ilyen zenét, ez még segít is neki. Ez lélekromboló. Hát ez... Azért van ennyi depressziós rockers. Hogy mennyire igazad van egyébként tényleg annak idején ez a direkt jelzések, hogy a csapot megnyitod. Csap megnyitás, persze. Figyelj, hogy annak idején most jut eszembe, hogy Muterék, amikor próbáltak volna a Gyönyör alagútjába egy picit belenézni, emlékszem, kicsi voltam nagyon. És emlékszem, mindig bekapcsolták a rádiót. És hogy semmiben nem voltál biztos, csak abban, amikor bekapcsolták a rádiót, hogy most megtörténik. Az. Most megtörténik, igen. Mert fura, hogy éjjel egykor szól a rádió. Igen. Életidegen volt, igen. Se előtte, se utána. És azt hitték, hogy egyébként... Vízállás jelenti. Hajóvonták találkozásra, igen. És azt hitték egyébként tényleg, hogy a nem tudom, a Halvány őszi rózsa című dalat egyébként elfedi a gyönyör hangét. Mert mindig, tehát hogy azt gondolom, hogy ez az, amiből nagyon nagy lóvét csinálunk. Mert ez egy nagyon nagy probléma. A lámpakapcsolóra rákötött hangszóró? Ami végre szabad létezést enged nekünk az intim pillanatokban. Mert mondom, nincs több kamuköhögés, nincs több fészkelődés, nincs több kamu lehúzás, háromszor lehúzás, érted, hogy pazarod a vizet. Igen, hallod, hogy már nem tölt gyorsan, megnyomod újra, igen. Hogy legyen egy kis forró. Hát igen. Meg ugye ezért a vízpazarlással még ráadásul kiúznád a gyufát a Bereckire. Ráadásul kinél is, igen, ő azért nagyon mondom, odafigyel a környezetére. És még egy dalát tudna reklámozni ingyen. Ezt akartam mondani, hogy még ott egy kettő vödör vizet meg is porolok ott a lehúzással, az, ahogy metal zene szól. De jelen pillanatban, hogy mi a csörbök és maga ez a borzasztó indiszkrét csend a WC-ben. Ami nem hagy engem. Hát gyerekek, Jani, te se szorongtál még ott a... Hogy a francban? Ez olyan álszendő. Hát tökéletesen egyetértek velem. Nem ültél meg, iszonyú kellemetlen. Nem, azzal egyetértek. Azt mondom, hogy milyen ítéletet adjunk.
Hát figyelj, maga most... az elv jó, a Balázs a zenénél akadt meg. Nem, azon az én fürdőszobámban úgy van megcsinálva, hogy fölkapcsolsz egy bizonyos lámpát, és az egyből elindítja a magnót, és szól a Beninek a paffa bűvös, ami fürdik. Csak a paffa bűvös szól. Na, megérkeztünk milliómosékhoz. Nem úgy, hát össze van kötve. Tehát össze van kötve az áramkör. Ez konkrétan egy magnó. Megérkeztünk gazdagékhoz. CD-s, már CD-s. Hát rá van kötve a villanykapcsolóra egyébként, pont egy kábele megcsal. Egy részkábel 26 forint, tehát hogy nem egy... De nem, most nincs erre pénzünk, most vetünk jacuzzit. De nem az, hogy... Nagyot. Nem, fél, kettő dolgot akarok mondani. Az egyik, hogy most bepiároztad az okos vécédet, ez egy fura dolog. A másik, meg amit mondani akarok, hogy igen, nálam is fél oldalas volt, köszönöm. A másik, amit mondani akarok, hogy neked, most próbálj egy picikét inkább többet adni a kezeddel, érted? Tehát, hogy most... Mi legyen? Megadjuk ezt jól? Ne legyél ászád. Jó. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgetés. Jaj, nem ezt akartam. Abszolút indokolatlan csörgetés. Hát jó. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Nincs több szorongás, nincs több feszengés, nincs több összeszorított farpofa, amikor hallott, hogy léptek vannak az ajtó előtt. Nincs én már azért vártam Balázs mellett, illetve a Balázs utasaként az autóban kint a ház előtt, mert nem akart máshol. Csak ott van az a vicc. Csak ezért mondtam, hogy ne legyél álszent, mert igényes vagy ebből a szempontból is. Ott senki nem zavar. Ott nyugi van. Egy varga betű hazafelé. De attól, hogy elmész vendégségbe, egyébként mosdóra, attól csak egy kellemetlened van, hogyha olyan a házigazda, hogy megjegyzi. Hogy szám leméri az időt, és tudja, hogy ez nem az volt. Ez nem, tehát, hogy ez most nagy volt, és na, így nyitottál, szép belépő. Igen, köszönjük szépen. Itt a legrosszabb. De nem azért húztam az időt egyébként a Mávrájkön ennyivel, a rengeteg bevezetéssel, mert a Böki a csőrömben, mert nincsen valami. Egy kicsit más gondoltam, mindjárt 9:30, lassan jönnek a nap legjobb pillanatai, talán nincs témád. De van! Ezt nem tudjátok megszokni. Szóljátok, amikor erről a Devanról lejövünk, ne, amikor kezd kellemet soha hallani. Nem, soha nem fogunk jönni. Csak ha megszűnik a robotod. De! Igen. Össze is ugrott a gyomrok. Na, hogy nem voltam, nem tudom, mennyire vagytok alapvetően rajongó típusok egyébként. Tehát, hogy én alapvetően nem vagyok az, mert általában. Ja, én nem igazán vagyok rajongó típus, mert egész egyszerűen a bitang nagy egóm nem teszi lehetővé, nem az, hogy rajongok, hanem hogy észrevegyem, hogy más, igen, önmagadon kívül. Hogy más létezik az univerzumban. Tehát én mindig azt szoktam mondani a Földön kívüliek kapcsán, hogy én nem azt, tehát hogy szokták mondani, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, nem azt gondolom, hogy nem vagyunk egyedül, azt gondolom, hogy csak én vagyok. Tehát a Földön kívüliekkel ezért nem tudok igazából mit kezdeni. Nem voltam ugyanakkor Székesfehérváron most egy koncerten, van egy ilyen fiatal banda, Dirty Loops-nak hívják őket, egy ilyen abszolút most ilyen kicsit jazz, kicsit fun, kicsit ez, kicsit ez, nagyon egy borzasztó jó csapat, és a legkomolyabb... Még fogalmunk sincs, hogy mit csináljanak. Nem, nagyon jó. Mindenbe belenyúlnak. Nem, nagyon-nagyon jók, és egy zseniális csávó az egy ilyen Stevie Wonder módjára énekel, tehát tényleg egy bitang az egész sztori, és a legkomolyabb amerikai producer dolgozik most velük. Kozsó? Így van. Kozsó. Zetki alájuk nyúlt, így van, nem? David Fosterről van szó, azok kedvén mondva, aki esetleg tudják, hogy ki. Judy Foster bátyja, David, az öreg David, így van. És figyelj, és ott kajálgatunk, nem tudom, tudod, arcoskodok, fotóznak engem. Csak a szokásos? Felvonultam a főtér, aki nem ismert, tudtam. Figyelj majd. Majd egyszer király csak... Ja. Igen, karamell. Majd egyszer csak jelent a zenekar. Kijöttek a szállodából, mentek át ugye a koncertnek a helyszínén, és ott gyalog ment a három ilyen fiatal kölyök. De hogy ezeket már negyedéve hallgattad minden nap, nézted, tehát tudtad, hogy ki mindegyik külön-külön rajongsz, nézted a videóikat, és előtt belőlem a borzasztó rossz rajongó. Tehát figyelj, ez a... Elment mellette... Jézus. És a nagyfia a legrosszabb. Tehát én nagyon kellemetlen. Közös fotó. Nem, és figyelj, és tudod mi a rossz? Az, hogy borzasztó nagy rajongás, és az a teljes lebénulás. Tehát ott álltam, ott vannak, és tudod, ez a, elmentek mellettem, és ott vannak, a legrosszabb. De volt valaki mellette, vagy magadnak sugtad, hogy ott vannak? Nem, magam mellé látottam gyorsan valakit. Ja, ott vannak. Álltászok magad, álltászok, csókolj meg, férfi vagyok. Légy, jereszel. Nem akarok szájot csókolni, Tibi. Jó vagyok. A párommal voltam, nem? És elmentek mellettem, és figyelj, az a bődületes csalódás. Hogy tényleg ennyire rohadt nyomorult voltam, hogy egy fotóra. Tehát, hogy nem tudtam odalépni, hogy hello, Hungarian celebrity, very big superstar, TV show, nem tudom. Figyelj, ha belém rúgott volna, megköszönöm. Hogyha csak így leköp, úgyhogy előtte fekszem. Tehát, hogy olyan szinten rajongóba mentem tudom, át. Tudom, hogy olcsó végaz, de engem megkérhetsz. Hogy belém rúg és leköp. Ezt megtesztek minden kedden. Hogy rajongó típusok vagytok? Tehát volt olyan találkozás, amikor nem voltál Sebestyén Balázs, nem voltál Vadonya, nem voltál Rákóczi Ferén, átmentél, és ez a nyomorúságos, cofos kislányként átállott egy
és Federer hozzád vágta volna a nedves törlőkendőjét, és aláálltál volna, hogy ráthújjon. Érdekes, ez a közös fotózás, ez kevésbé olyan volt, hogy kint voltam az ATP világbajnokság a Londonban, az O2 arénában, és a Rogerrel szemben ültünk, és ő mindig kidobja a fejpántját. És kacsingattál neki, hogy itt vagyok. Tudta, oda ültem, tudtam, hova dobja. Itt vagyok. És hozzáértem. És? De nem tudtam elkapni, mert átrepült fölöttem, de az ujjam hozzáért, és megvan a videón, ahogy ugye veszem Roger. Roger leveszi a fejpántját, kidobja, és veszem az ívet, ahogy ugye dobja, és már üvöltök, hogy megvan! És abban a pillanatban átmér rajtam a fejpánt, és egy kislány mögöttem így megfogja. De megverted a kislányt. Egy ideig még elgondolkoztam rajta, hogy berángatjuk a női WC-be, egy barátommal voltam kint. Az nagy élmény lett volna azt elkapni. De ahogy oda menjek, és akkor ott gyorsan ott egy ilyen ölelkezős, Roger szorítós fotó, azt úgy valahogy én nem szeretem, nem tudom. Hozzáért az ujjadhoz a fejpánt? Hozzá. Leszopogatod után? Nem. És mondtam is a barátom, figyelj meg, hogy mindig kidobja, jó helyen ülünk. És abban a pillanatban vette le, megnyerte talán pont a Tsonga ellen a döntőt, és kidobta. És az a baj, hogy az előző telefonomban megvan az üvölt, és kapjál! És nincs meg. Én hozzá is vágtam a plusz kulcsomat. De akkor az előző telefonban benne volt? Az előző telefonban ez a videó megvan. Nem, hozz be, leszedem felhőből. Törd be fel a felhőbe. Jani? De ez a nagyon oda megyek, lefotózom, mindenkit félrelökök, áttölelem, ez bennem sose volt. Ezt én nem szeretem. Jani? Most a legedes találkozásom a Metallicával. És ott nagyon átmentél ilyen cofos kislányba? Hát figyeljetek, tehát, hogy azért az... Ő nagyon az, csak a Metallicát érdekelte. Meg az übereletetlen, tehát hallgatod őket 20 akárhány éve, gyakorlatilag nem múlik el hét, hogy ne tennék be egy Metallica albumot otthon akár többször is, és ne hallgassam meg őket, és ott állnak közvetlen melletted, jó fejek, mosolyognak, ölelkeznek, stb. Tehát, hogy semmiféle visszafogottság, semmiféle távolságtartás nincsen bennük, és ott áll melletted James Hetfield, vagy Kirk Hammett, vagy Lars Ulrich. Átkaroltad a combját, hogy vigyél haza, vagy igen, nem, leszek a moncsicsit, a kis rabszolgád. Vigyétek már innen haza ezt a... Amerikát! Takarodj már innen! Akár velem pengedhetsz, akár csináljuk, akár fony, húrt a hajam, olyan nincs. Ja, az felülmúlhatatlan volt. Tehát, hogy ott tényleg ez a... nem eszem el. És ott álltál így, és... Zseniális volt, igen. Ferenc? Erika szí, amikor el... Tényleg, komolyan? Én ezt nagyon-nagyon kedveltem, a munkásságát, és amikor egyszer fölkonferálhattam őt, akkor mondtam neki, hogy ez örömteli pillanat, de egyébként én ennyire nem voltam rágyógyulva senkire, mint a Jani. Én ezt talán túlzott. Tehát ahogy a Balázs is megnézed, ott vagy, szereted, de most úgy oda söndörödni, és én ezt az autogramot se értem hogy... nagyon egyébként. Igen, hogy autogramot kér. Elhagyod, nem jelent annyit. Tehát az, hogy láttad mondjuk, és ott ül, csináltál róla egy fotót, oké, de hogy aláírasd a kezedet, például ezt sose értettem. Oda menj meg ölelkezni. Igen, ölelkezni, az bocsánat. Tehát azért, hogyha... Az menő? Hát azért... Egyébként nem nagyon szeretik. Tehát, hogy azért van az a típus nálunk is, aki úgy jön oda és úgy karol át, hogy azt érzed, hogy innen most egy évig nem szabadulsz. Csinálj meg egy fotót, oda állsz mellé, és így rád nyúl. De úgy nyúl rád, hogy nem mész onnan el többet se, hogy állsz nyomorultul a fotón, tudod, és egy ilyen vasmarok szorít, tehát hogy így az nem jó. Olyan még nem volt egyébként, tehát hogy nálam rendszeresen van, nem tudom, most a főleg amióta gyúrok, hogy kicsit úgy eltévedik, tehát szemét. Hogy? Amióta edzek, amióta egy predátor életet élek. Egy gyúrsz, ez mit jelent, rád esett egy fekve nyomopad? Igen. Kommentő szaunál, vagy hogy? Igen, próbálom letolni magamról az automat, hogyha rossz helyre partok. Rácsakadt a hátgép, vagy igen? Olyan még nem volt. Folyamatban van egy fekvő támasz. Megvárom. Vége? Igen. Jó, vége van a szárnyalásnak? Hogy olyan még nem volt, hogy letévedt kezet kellett egy kicsit így megizélni? Meg az volt, dehogy nem. Ugye, kicsit úgy, fogd meg a derekamat, mondom a derekamat. Józsi, engedd el a seggem. Mondom, engedd el a seggem, Józsi. Léci. De volt, az valami, hogy a csajok elfogják azért. Te is milyen vagy, nem mindegyik nőnek szólsz, fogadjunk. Nem, ugye? Örülök, ha ők nem szólnak. Ja. Én kezem rendszeresen lehet. Volt olyan, akire konkrétan rá kell szólni, hogy visszaadnád a fenekemet. Úgy megszorította, hogy letépje a bal farpofámon, és egy kicsit csekkolt. Figyeljetek tovább, hogy védekezzünk már, mert hogy hallod. Ne arra, hogy üszkösödik a bal farpofám. Elengednek, mert 10 perce nem folytod a vér. De ilyen van azért sűrű. Hogy magyar él is tudsz lelkesedni, mindjárt mondok majd nemzetközi példákat. Én emlékszem az első találkozásomra Michelle Vajdal. Ruhába sajnos. Figyelj, egy ilyen, valami Oscar, ilyen felnőtt filmes Oscar, nem tudom, utóizén voltunk, partin voltunk, és egyszerűen megjelent egy ilyen fekete koktélruhába, és figyelj, tehát így
Tehát én nekem ő... láttam minden filmet. Hát én nekem olyan filmes sztár volt, érted, mint hogyha nem tudom, ki jelent volna ott meg. Tehát, hogy én ott álltam. Csak helyes, meg én olyan picike élőben, nem teljesen hát, más nagyon. Gondolsz róla. Hát én amit gondolok, azt nem akarod tudni. Tehát, de, hogy én... de hogy egy pici törékeny apró nő a Michel. Tehát én nagyon... Kati, ugye? Vad Kati. Kati, amelyik először megláttam, engem sminkelt éppen valami, ami forgatáson. Olyan? Ezt mondom, te vagy az, és mondja, hogy igen, és egy ilyen 150 centis kis apró törékeny nő. Engem egyszer sminkelt Anett Dahn. Tényleg? Aha. Ő ki? Hát, vagy nézőtel. Szintén nem annyi. Nem azért vannak hiányosságai. Ferivel minket egyszer, és meg sminket Terez a Orlovszki. Nem tudom, hogy. Na mindegy, csak hogy én ugyanúgy ott rajongóként álltam, a munkásságát azon nőttem föl, ezek a filmes élmények határozták meg a gyermekkoromat, érted? Tehát én úgy mentem... Se egy Vuk, se egy Kacor király, semmi, csak ez... Csak a Michel. Szörnyű gyerekkor lehetett, úristen. Na, de hogy összegyűjtöttem egyiket, hogy mikortól számít betegesnek, tehát hogy ti találkoztatok már olyan rajongással, amire azt mondtad, hogy még nem az a nagyon, tehát nem az, aki ott, nem tudom, késsel jelenik meg a háznál, az nyilván az egy másztori. Nekem nagyon sok volt, ezt annyiszor elmondtam. Nekem volt egy cserés hát, aki lefeküdt a ház elé, és azt mondta, hogy addig nem megy el, még nem jövök ki. Ott lefeküdt. Feküdt a ház előtt. Srác. És feküdt. És a Vikik elzavarta, és utána még a busz megállóban megint visszajött, és megint lefeküdt a ház, és ott feküdt a ház, hogy velem akar találkozni, mert van egy összeesküvés elmélet, és egy versben akarja ezt nekem átadni. Nem lehet, hogy víz mögé, és végre beszerette volna kötni ezt a rohadt csatornát. Azért ott fekszik valaki a házad előtt, azért az nem jó. Az nem jó. Aki minden, mondjuk nálunk minden héten ott van, minden koncerten, legyen az 200-300 kilométerre, és csak annyit csinál, nem is nézi a koncertet, hanem csak áll, mondjuk, vagy ingyenc, ez a kettő még nem tudjuk eldönteni, és áll a bátyám mellett, ugye 10 méterre megközelíti, és csak azt látod, hogy rezzenéstelen arca, így bámulja a bátyámat így. Nem nézzük, hogy így nézést, tudod ez a... Én mindig azt látom ilyenkor, hogy ők fognak minket elrabolni, és egy gödör alján babázunk majd. És egyszer csak megjönnek, leereszkednek hozzánk a gödörbe. És most én leszek apuci, és megjön hozzá. Most megint én leszek apuci, és megint. és nem talál meg se a magyar rendőrség senki, egy éve babázol a gödör alján, néha ledob neked egy kis kecske sajtot, hogy edd meg, le vagy fogyva, ott egy szőke hajas babával ott játszol, és azt mondja, hogy mindjárt jövök hozzád, Balázs. És leereszkedik egy ilyen csörlő. Küldöm a kókuszfalat. Játszik veled, ott hagy, felmegy, és megint egy napig csak egy babával játszol. Egy gödör alján. Ma apát helyett apád leszek, ma meg anyát helyett leszek apád. Tehát, hogy ez a... Kicsit ilyen bárányok hallgatnak. Kaptatok ilyen fura küldeményekkel, hogy álltok? Mert álltok most ez egy nagyon, ez döbbenetesen megy ez a bugyi küldözgetés. Ilyen nekünk ez talán olyan, van Z+ korszak. Tehát most már azért lassan két gyerekkel a hátam mögött feleséggel, ez már azért nem annyira. Tehát most már azért ezt inkább nem tudom. Akit szeretsz, by the way kapja, tehát... a bugyidat? De csak azt nem értem ilyenkor, hogy mi akar lenni. Tehát, hogy fogod, leveszel a tangádat, berakod egy dobozba, és elküld, és azt gondolod, hogy ezt a imádott sztár megkapja, és azt mondja, tehát, hogy mi a terv vele? Tehát, hogy az, hogy ez ott bekörül vitrínbe, és ott és megírod a választ. Kedves Kriszta, nagyon szépen köszönöm a szép ajándékot, bár egy kicsit bevág. Figyelj, apropó bevág, a krisztálos korszakban tanga nem volt, de engem valaki nem ormódon nagyon fejbe talált egy férfi gatyával. Egyszer ez tényleg megtörtént. Nyomtuk, ez ezer hold és minden csillag. Jaj. És ez csak egy fehér boxer gatya. Csak azon kapom, de nem lehet, hogy Greenpeace-es volt, és csak egy vizes lepedőt akart rá tenni? Egy csövet rakni, slagot rakni a szádba, és azt mondja, hogy vigyétek vissza a nyílt vízre. Szemétládák. Ezt most nem érdemeltem meg. De ez miért, amikor egy férfi harsogatja, beteríti a fejedet? Megjel, akkor mit csinálsz? Hát se leveszed ilyen megalázottan, és eldobod a hátra. Ennyi volt. Ha jó fej vagy, beleszagolsz, és visszadobod. Nem tudsz mit csinálni. Ha jó fej vagy, beleszagolsz. Józsi! Megismerlek! Nem tudsz, az kellemetlen. Egy pár nemzetközi példát kigyűjtöttem nektek egyébként, hogy miket nyomanak. Például Demi Lovatónak a kis erekét akartak Demi Lovatócskánktól, és annyi, hogy kitépték a haját, hogy legyen már egy marékhaj. Mi, hogy a dedikálás közben kitették a haját? Viszont az autogram mellé valami bizonyíték nekem bizonyítéke nem ígért, fogta, az kitépett egy marékhajat. Jani, te ebben a szemben védett vagy, tehát hogy mondani, neked ne szorod. Igen, érted, de viszont elállok a füleim. Egy ilyen marékhajra hogy reagálnál, hogy Balázs, zsött! Igen. Meglehetősen vehemensen. Szerintem a fodrászod abból él, amikor vehemensen. Hát ugye valaki megtépi a hajadat, szerintem azért azt nem hagyod szó nélkül, nem? Hogy adsz neki egy bögrét, egy nyakba akaszod, és megkérdezed, hogy hol írhatod alá? Hát azért nem tudom. Taylor Swift az egyik rajongója azt állította, hogy ő házas vele, e-maileket, leveleket küldött neki, és azt állította a baráti társaságában, hogy mindig hord magánál fegyvert, így ha bárki bántani akarná a feleségét, ő azonnal megölni. Atya Isten.
finom? Atya Isten. Ez ezek finomak, ezek finomak. De várjál, ez a bántás, ez odalép valaki hozzá, és annyit mondta ki, hogy tél a és jeldől. Nem, én mindig arra gondolok egyébként, hogy mi van, ha valaki úgy akar híressé válni, hogy téged bánt. Tehát az a veszélyes típus, tudod? Tehát ahogy ugye, tényleg, tehát a Chapman is, ugye? Így van, lakott a ház előtt. Lakott a ház előtt, csak féltékenységből tette meg, és lőtte le a Lennont. Miért? Mert azt mondta, hogy hát az egész pali irritálta, de leginkább a hírneve is szeretett volna valamit elvenni belőle. Abszolút, igazán. Most volt pont a felülbírálat, ennek nem engedték még ki. Nem is baj. De hogy valami hülye egyszer így fény kap, tudod? És azt mondja, hogy na majd általad. Egyre több az ilyen neurotikus. Én nem is akarom csak meg az irányba. Csak a bal füled, tudod. És ne adjatok már tippeket, én falun lakom. Ott találjon ott meg téged, Szadám. De nézd meg, és nézd meg, a kivitnek semmi nem drága, érted, egy helikopteres testőrség média házát. Én meg ott vagyok falun, érted, ülök ott egy magam egy husánggal, és ott nézve egy. Fél füllel, igen. Ez nem volt vicces, Bali, ez nem volt Bali, vicces. Már megint rosszul jöttem ki belőle. Jó, de igazából csak azért akartam ezt a témát elhozni, mert egy picit akartam, hogy villancsuk meg a másik oldalt, mert olyan sokat álltam már a rajongott oldalon, hogy úgy éreztem itt az ideje. Kicsit visszaadna. Ó, de szép volt. Félve kérdezem. Jogos-e a tas és a sikoly? Nem sorold el? Hát ilyenkor elszoktad, hogy... Nagyon sok minden volt. A mávért, a WC-k reformálásáért, az ismert emberek zaklatásáért. Nem kérdés. Nem kérdés. De ott voltál megint a rohadt. De ne felejtsétek el, ki mint vett, úgy arat. Így a van. Ellen vetett búzát nem lehet aratni, és... Mindjárt benne lesz a nap király, legjobb pillanataival. Király legőtekézni addig is. Igen, 3-4-10 lesz pontosan 2 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel, itt vagyunk újra. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, amit most egy részből tettünk össze, mert hogy hallgatóink sokat panaszkodtak, hogy a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon ugye hatalmas késések vannak. Föl is hívtunk egy hallgatót, aki elmondta, hogy éppen ott ül a vonaton, mióta indult el, mennyit késik a vonat, mire számít, kaptak-e információt, és egyáltalán mi a helyzet azon a vonalon. Ő ugye elmondta, hogy minden nap egy órával korábban indul, csak azért, mert nem meri rábízni magát a MÁV-ra, hogyha késés van, ő akkor is beérjen. És aztán felhívtuk a MÁV ZRT kommunikációs igazgatóság MÁV Inform részlegét, Bot Ferenc sajtóügyeletest, aki egy érdekes hangvételű beszélgetést folytattunk arról, hogy mi a helyzet a MÁV-val, mennyi késésre lehet számítani, mi a helyzet ezen vonalakkal, mikor van egy-két vonal átadása, amit kérdeztek a hallgatók, amit megkérdeztünk még egy-két dolgot tőle, amit a hallgatóink tudtak, szerettek volna tudni. Picit elragadtatta magát. Igen, néha egy kicsit heves volt, de hát az ő munkája is azért meglehetősen nehéz, ha nem egy egyszerű munkakör azért sajtóügyeletesnek lenni a MÁV-nál megválaszolni ezt a sok-sok kérdést. Szóval vele beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc van pontosan 10 óra. Itt vagyunk újra. Ez a beszélgetés vágatlanul szintén ott van a honlapunkon, érdemes meghallgatni. Teszem hozzá azért nyilván, hogy rajta kérnek az utasok is, meg mi is sokszor olyan dolgot számol, amit ugye nem ő telt róla, neki csak meg kéne ideologizálni, hogy mi a helyzet, szegény Ferenc, nem egy könnyű élethelyzet azért ugyanakkor. Kicsit talán az ő védelmébe. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, aztán majd holnap olvashatjátok a különböző újságokban, olyan neveletlenek és tiszteletlenek vagytok ez az idősebbekkel szemben. Hát figyelj, én elviszem így ezért a balhét, kicsit ez a feladatunk nyilván, de hát ha ott ül nekünk mondjuk 1000 vagy 2000, vagy naponta 5000 hallgatónk ezen a járaton, most nem csak ezen, hanem akik mával közlekednek és nem érnek be, hát miért lennénk, ha nem ezért, hogy ezeket megkérdezzük, hogy aztán minket ezért utálnak? Vagy ez néhány embernek nem tetszik, az már szíva joga, de hát mi meg így tudunk tükörben nézni, hogy ilyen műsort készítünk, nem? Ez a feladatunk, hát ezért fizetnek, majd aztán... Nem fizetnek, ha nem akarják. Tök komolyan mondom, tényleg. Hát ez most, van, hát persze. Nekem az a feladatom, itt ül, hogy 5 ember panaszkodik, hogy nem ér be, és ezt 10-szerre olvasom, akkor fejlődjük a sajtóügyeletés, és megkérdezzük, hogy a többi országban nincsen fa levél. Tök jó álmod, hogy ott kivágták a fákat. Ott pusztaságban közlekednek a vonatok, ez jó. Hogyha mi egy rádiomisort készítünk, és ezt a hallgatóknak készítjük, akkor nyilván ezeknek a hallgatóknak az érdekét kell képviselni. Igen. Azok felé is, akiktől ezek az emberek válaszokat válnak arra, például, hogy miért kell neki naponta egy óra
órával korábban fel kell azért, hogy beérjen a munkahelyére. Tényleg senki nem érdekel, csak a hallgató, de ezt komolyan mondom, vállalva ennek mindenféle következményét, hogy senki. Tehát nekünk csak egy számít, az pedig a hallgató. Csabikám, mi újság van? De a sajtófigyelők azok tudják, hogy ti mikor vicceltek és mikor beszéltek komolyan. A sajtóügyeletesek? Nem ők, hanem akik majd aztán ebből cikket írnak. Ja, ők meg tudjátok, mire gondolok. Hát, igen, ők inkább csak átveszik, hogy hárommal többen menjenek az oldalukra. Voltál futni? Nem voltam a futni, pont most meséltem, amíg te kint voltál, és kintről hallgattad ezt az ismétlést, vagy best of-ot, hogy egyszerűen még nem álltam vissza. Ugye elindult a suli, már korábban el kell indulni a gyerekekkel a suliba. Amíg szünet volt, addig ráértem felkelni, nem tudom, 7:30 vagy 7:00, nem tudom, úgy elmenni futni, de azt mondom, most reggel 6:00 megébredjek, és neki futni, erre még nem álltam vissza. Tehát ma is ébresztett az óra, de én nem ébredtem fel. Tehát az óra igen. De és most kimaradnak? Nem, utánsom? Hanem majd délután. Tehát azért hál' Istennek van még idő az adás után is. Tehát szép idő van. Esőben is lehet futni, ezt a Feri is bizonyítja. Igen. Ki majd délután. Helyes, ha persze, most dolgozol, és aztán futsz egy kicsit. Hívjuk a naphallgatóját. De vissza fogok állni majd a hajnali futásra, csak jó, kis időt kérem. Jó, van, már elég szigorú magadhoz. Nyaraltál egy kicsit. Ennyi. Visszaállni nem könnyű. Engedd meg magadnak ezt a kis pihenést. Én is rohadt jó van. Ezt akartam mondani. Nagyon hiszünk benne, hogy felveszi? Nem elgondolkoztam. Nem, bocsánat, nem. Én már teljesen máshol voltam, annyira elgondolkoztam. Csak gondoltam, hogy esetleg... Igen, sehol se voltam. Nem, olvasom, hogy egy hallgató írja, hogy szemét dolgokat írnak rólunk különböző internetes cikkekben a tegnap után, és az egyik hozzászólt. Köszönjük szépen. Erről is beszéltünk 8 után. Csabikám, remek zenéid lesznek? Sam Smith megvan nektek? Hogyne? Mr. Sam. Így van. Sam's Onite-nak a testvére. Így van, Slipis, Szemes, Sam Sonite. Mondani, hogy a Robert Smith-nek a kisfia, tudod, a kérdés. Nem, Sam Smith az, aki a La La La-t nyomott. Ó, micsoda olyan. Micsoda. Tudom. A La La La. És a B oldalon volt a na-na-na, nem? Nem, ott a Salala volt. A La 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 sincs meg nektek. Ne, figyeljetek, azért... Most komolyan, tehát valaki csinál egy ilyen számot, aminek az a cím, hogy La La La. De tök nagy sláger volt, hát játszottuk mi. Tudom, is, még mai napig sokan. Is előkerül. Ha meghallanánk, beugran, hogy igen, ezt hallottunk, csak így címről most. Na, nekem nem Smith, ez egy ilyen brit énekes, pop, R&B soul vonalon utazik, nagyon különleges egyéni hangja van, és nem a legújabbak közül választottam most sem, van neki egy sláger, a Stay With Me, ami azért érdekes, mert hangzásában hoz valami olyat, ami utánozhatatlan, és ettől lett például, emlékeztek, akkor olyat mondok, amire biztos mindenki még a Jani is emlékszik, Fine Young Cannibals-nek a She's Nice Me Crazy, ami pont attól vált, maga a dal az nem egy nagy dolog, de olyan dobhangzás van benne, olyan gitárhangzás van benne, és olyan énekhang, amitől hiába játszál bárki soha más, azt kell produkálni. Na, ugye? Főleg a videoklipján jött, hogy olyan béka emberek ugráltak. Nagyon fura volt. És a Sam Smithnek ebben a dalában, a Stay With Me-ben olyan, mintha mondjuk a basszus gitára zongora húrokat tettek volna. Tehát úgy szól. Tehát van egy ilyen különleges hangzás, és ettől valószínűleg ugyanolyan emlékezetes marad hosszú éveken keresztül. Meghallgatjuk, hát ez annyira jó fel. Diszkóztat, hogy komolyan, egy sima átlagos dal, de most a tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyen. De pont ez komolyan a lényeg, hogy a sima átlagos dalt a hangzással hogy lehet emlékezetessé tenni. Meghallgatjuk. Okay. 555-55-00, ez telefonszám, aki szeretne tőle dalt kérni, tegye meg egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.